Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket, szervusztok! Április 3-án választott az ország, és ahogy azt megtapasztaltátok a Partizánon az elmúlt napokban, esténként olyan vendégeket hívtunk, olyan kerekasztalokat szerveztünk, amivel megpróbáltuk átfogóan vizsgálni azt, hogy miért úgy alakult a választáson a szavazóknak az akarata, ahogyan alakult. A mai este folyamán egy különleges adással készülünk még ebben a felhozatalban is, ugyanis Tölgyesi Péter vállalta azt, hogy elsőként a magyar nyilvánosságban a Partizánon ad egy átfogó elemzést arra vonatkozóan, hogy mégis milyen okok vezethettek részben a Fidesz történelmi sikeréhez, részben az ellenzék történelmi kudarcához, és hogy ennek milyen geopolitikai vonatkozásai vannak, egyáltalán mit érdemes most remélnünk a magyar belpolitika alakulásától, milyen dinamikák fogják meghatározni a következő éveinket. Úgyhogy azonnal be is mutatom őt, de előtte mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. És akkor sok szeretettel köszöntöm Tölgyesi Pétert, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm. Kezdjük azzal, hogy egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy a Fidesz nehezen reagál a változásokra, mert egy felülről irányított pártról van szó. Ehhez képest azt lehetett látni, hogy a háborúra meglehetősen gyorsan kialakították a maguk álláspontját, még úgy is, hogy egyébként ők 12 éven keresztül egy rendkívül elkötelezett politikát próbáltak képviselni Oroszországgal szemben, de láthatóan a választóknak mégsem okozott ez kognitív diszonanciát. Mit gondol, ez volt az alapvető eleme a sikerüknek, ez a típusú reakciókészség, és ha igen, akkor ez hogyan korrelál azzal a korábbi kijelentésével, miszerint mégiscsak azért alapvetően ez egy anyahajó, ami nagyon nehezen képes apró mozgásokra, reakciókra. Semmit sem utálok jobban, mint magamról beszélni. Alapvetően az a tételem, hogy ez egy egyközpontú rendszer, és ennek a veszélye az, hogy lassan reagál. Meg kell, hogy mondjam, azt hiszem, mikor itt voltam utoljára, vagy talán az Új Péternél, ott azt merészeltem mondani, hogy a Fidesz messze innovatívabb, mint az ellenzék. Ez mindig relatív kérdés. A Fideszben óriási veszély van, hogy nehezen fog majd mozdulni, de egyenlőre ez az a párt, amely érti ezt az országot, és nagyon innovatívan reagál. Bocsánat, mi az, hogy miért innovatív párt a Fidesz? Egyszerűen két állításom van, ami már rögtön furcsa. Tehát egyfelől az Orbán rendszer abból indul ki, hogy Magyarország kis ország, és elég benne egy okos ember. És mindent a miniszterelnök mozgat. Vannak tanácsadói, illetve végrehajtó közegei, de a végső döntéshozó ő. Ez a rendszer olyan, mintha úgy tetszik Napóleonnak a rendszere volt. Tehát van egy egyszemélyi hős, aki igen nagy tehetséggel rendelkezik. Az ellenzéki pozíciónak az egyik fő gyengéje, sok gyengéje van, de az egyik, hogy módszeresen arról beszélt, hogy Orbán Viktor milyen alkalmat köpcös meg mindennek, pont az ellenkezője igaz. Orbán Viktor nehéz helyzetben aztán különösen összeszedi magát, és ez egy olyan helyzet volt, hogy nem volt eleve lehetetlen akár egy ellenzéki győzelem is. Csak hogy már nagyon régóta, nagyjából a ciklus közepe óta a járványkezelésben, a gazdasági helyzetben elindultak olyan mozgások, amelyek inkább a Fidesz győzelmét valószínűsítették. Ez csak egy végső ráadás volt a háború, és azt is el lehetett volna rontani. Biztos vagyok benne, hogy ez az ellenzék jó eséllyel azt is elrontotta volna. Orbán Viktor a támasztékokat szerezzen a nyugattal szembe kifelé is lépett, Oroszország, Kína, meg még a kirgizek felé is ugye elmozdult, de az ellenzéki elemzésekkel szemben én azt gondolom, hogy ő mindig úgy nyúlt el, részint támasztékot szeretett, egy egyensúlyrendszerbe gondolkodott, másrészt meg egy klasszikus magyar vállalkozó módjára gondolkodott, én mindenkinél okosabb vagyok, mindenkit lenyúlok, lenyúlom az EU-t, lenyúlom a kínaiakat, még a kirgizeket is lenyúlom, mert mindenkinél ügyesebb vagyok, odaérek a forgóajtóhoz utolsóként és elsőként fogok kijönni, mert ilyen a magyar virtus, körülbelül ez volt a pozíciója. Volt benne tartalmi ideológiai elem is, mert az Európán kívüli rendszerek is ilyen egyközpontú, hierarchizált, piramiszerű rendszerek, de a háborúra is úgy reagált, hogy ismerte ezt az országot. Ismerte ezt az országot, és ismerte a 100 éves történelmét ennek az országnak. Viszonylag egészségesek, olyan 1848 és az első világháború között voltunk. Akkor is sok baj volt Magyarországon. Ugye Szegfő Gyula 23-ban azt írta róla erről, hogy ez egy katasztrófa volt sok tekintetben a dualizmus kor, és Bibónak is rossz véleménye volt a dualizmusról. De aztán, ami utána jött, hogy mondjam, még sokat romlott ez a helyzet, és ebben a bő 100 évben az elitek azt mondták állandóan a magyaroknak, hogy ez a rendszer a jó, ez egy fantasztikus jó rendszer, plusz állandóan belekeveredtünk sokszor nagyon csúnya, ugye két világháborúba, meg minden
minden más. Most készültünk a harmadikra a Szovjetunió oldalán. Én mikor katona voltam, állandóan arra készültünk, hogy egy atomháborút fogunk megvívni sikeresen a nyugattal szemben. A szovjet páncélosok majd hús, meg se állnak az Atlanti-óceánig. Engem erre tanítottak abban a 11 hónapban, míg katona voltam. Most a magyar nép azt tanulta utólag mindig, általában elhitte ezeket a szövegeket, többé-kevésbé, utólag azt kapta a következő rendszertől, hogy ez átverés volt, komám. Pont rossz oldalon álltunk, rossz oldalon voltunk az első világháborúban, a másodikban, a Szovjetunió oldalán is rossz oldalon voltunk a NATO-ban, és emiatt a magyar közvéleményben kialakult az a képzet, hogy távolabbi érdekek azok átverések. Egy dolog a biztos, te magad, a családod, a szakmád, és esetleg még a lakóhelyed. Minden más az veszélyes. Kialakult az a helyzet, amit szépen megért József Attila, hogy aki rág, az magának rág ebben az országban. Ha úgy tetszik, a nemzeti önzés lett a magyar gondolkodás egyik alapja. Hogy mondjam, ennek az igazi bajnoka Kádár János volt, ha úgy tetszik. És Orbán Viktor ezen a ponton erre alapozta a külpolitikáját. Nem annyira Putyin barátság vitte ebbe a dologba, hanem ez, kimaradni a konfliktusból. Nem a szolidaritása fontos, hanem a benzin, a gáz, meg egyáltalán minden, hogy minket elkerüljön a háború. Az ellenzék át se gondolt ezt az egészet, hanem igen nagyrészt a nyugatos mintakövetés alapján egyszer elkezdte mondogatni, amit a nyugati szövetségesek mondtak. Most nagyon érdekes, hogy ugye két ország van, aki eléggé szövetséges volt, a lengyelek meg a magyarok. Rengeteg mindenben egyetértettek, sok tekintetben az Orbán rendszert másolták a lengyelek, de ebben gyökeresen különbözőre jutottak. A magyar 100 év tapasztalata az volt, hogy meg kell bújni, lapulni kell. A lengyel tapasztalat ezzel szemben, különösen Ukrajna esetében gyökeresen más. Egyszerűen beúszott a lengyel gondolkodásba az ősi ellenség, az ősi halálos ellenség. Nem igaz, mit kaptak a lengyelek az oroszoktól. Ugye elnyomást, Lengyelország, Java, Varsó, meg a többi orosz birodalom része volt, a nyelvüktől akarták megfosztani őket, meg minden. És kicsit több mint 100 éve, talán olyan 1919-ben Pilsudski marsal azt mondta, hogy nincs független Lengyelország, független Ukrajna nélkül. Először megpróbált az megszerezni Ukrajnát, ugye Kijevbe is elment, talán 5-6 hétig ott is volt, de aztán rájött, hogy Varsóból nem tartható Kijev, a nyugati részt, az ukrán szemmel nézve nyugati részt, a Lemberg felét, maradjunk egyenlőre ennél a régi névnél, Lengyelországhoz sikerült vinnie, az összes többit szerette volna függetlenként megtartani. Most a lengyel politika pontosan erre épült. Tehát a legháborúsabb, az egész NATO-ban, Unióban a legháborúsabb politikát a lengyelek csinálták ebben a dologban, de ők is a hagyományaikra alapoztak, és az Orbáni politika is. Az ellenzék meg ahogy szokta, tehát a baloldali ellenzéknek van egy régi szokása, ha úgy tetszik, Károly Mihály és Jászi Oszkár óta, hogy mi jobban tudjuk, mint az ország, és felülről, kívülről, sokszor lekezelően, egyes, itt nem annyira Jászira gondolok, hanem másokra, végigpofozva, körmöst osztva próbálta a magyar népet úgymond jóvá nevelni. Most ebben ilyen gesztusok bizony az ellenzék részéről is voltak. Mire gondol pontosan? Nem volt világos annak a kifejtése mondjuk a miniszterelnök jelölt részéről, hogy mit is jelent a NATO-nak a támogatása. Rögtön eljutott odáig, hogyha kell katonát is küldünk. Egyik interjújában most senki nem kért tőlünk katonát. Az Egyesült Államok számára, ami a NATO vezető ereje, világos, hogy nem szabad közvetlen konfliktusba kerülni a NATO-nak az Egyesült Államokkal. Tudja, rengeteg konfliktus volt az Egyesült Államok és a Szovjetunió között, de olyan még nem fordult elő, hogy amerikai felségjelzésű repülő és szovjet, illetve orosz felségjelzésű repülő összecsapott volna. Más felségjelzés alatt, ez bőven megtörtént a koreai vietnámi háború, de közvetlenül soha, mert az atomháborút jelentene. Tehát mikor az ukránok azt mondták, hogy szeretnének légtérzárt, az amerikaiak megint a saját nemzeti érdekeiket és hagyományaikat követve világosan megmondták, hogy ez nem lehet. Na most a Márki-Zay mondott olyanokat, amelyeket nem is kért tőlünk semmi, senki. Alapvetően az ő esetében döntően ügyetlenség volt, de akármi is volt, erre föl lehetett építeni egy politikát. Orbán Viktor mutatkozott ebben miniszterelnöknek, mutatkozott a békesség, a lapulás emberének, aki beleilleszkedett a magyar kultúrába, az ellenzék meg ennek az ellenkezőjéről.
Van néhány olyan az ellenzék nyilvánosságban megjelent magyarázat, amit hát igazából axiomává kövültek gyakorlatilag, amivel megpróbáltak értelmezni azt, hogy mik vezethettek el az ellenzéki kudarchoz. Három ilyen van, amiről szeretném a véleményét megkérdezni. Az egyik az a közvéleménykutatások kérdése, mennyire lehet megbízhatónak tekinteni őket. A második az, hogy mennyire lejt a pálya, tehát hogy a rendszer maga egész egyébként alapvetően a Fidesz érdekeire van kalibrálva, lehet egyáltalán ebben bármilyen módon is föllépnie, bárkinek megszerezni a hatalmat. És egy harmadik dolog, ami szerintem egy fontos kérdés még, hogy a jobbikos szavazók átpártolása részben a Mi Hazánkhoz, részben a Fideszhez. Kérem, hogy mindháromra térjen ki. Hát kezdjük szépen sorban, mert eléggé szertágazók a kérdések, közvéleménykutatások. Két nagyon nagy probléma van. Az egyik, hogy tulajdonképpen nincs már közvélemény Magyarországon, elég régóta nincsen. Részint ez a Fidesz által fölépített hatalmi piramis nem nagyon teszi lehetővé a teljesen szabad beszédet nagyon sok helyen, de az az igazság, hogy az ellenzék is olyan agresszíven nyomul arra, aki nem ellenzéki, hogy ott se nagyon. A magyar családokban szabályos tabu, választások közeledve ezt föloldják ezt a tabut, de úgy békeidőben, mikor nincsen éppen kampány, hogy nem beszélünk politikáról, mert összeveszünk. Sokkal fontosabb a családi béke, testvér, apa, anya, gyerekek között, mint hogy összeveszünk azon, hogy ki a nyerek. Stratégia nyugalom a családon belül. Családon, pontosan. Én találkoztam olyan esettel, hogy jelentős közéleti szereplők azt mondták nekem, hogy fogalmuk sincs, hogy a feleségük hogy szavazott, de szinte biztos, hogy nem úgy, ahogy ők. Tehát még egy nagyon szoros kapcsolaton belül sem volt világos. Most az az állításom, hogyha valaki, egy normál ember rengeteg élethelyzetbe kerül, családba, barátokba, mindent, és mindenütt mást mond, vagy másképp hallgat, akkor tulajdonképpen azt se tudja, hogy mi a saját véleménye. Mert nem lehet ezeket kimondani. Tehát először is nagyon nehéz ezt mérni. Ha nincs közvélemény, szabad közvélemény, következmények nélküli, normál vita, akkor nagyon nehéz mit mérni, mert az ide-oda mozog. És egyesek, aki mindenütt eltitkolta esetleges preferenciáit, az miért titkolná el a közvéleménykutató előtt? Uh-huh. És ha mindenütt eltitkolt, és mindenütt más mutatott, lehet, hogy nincs is világos saját preferenciája. Tehát van egy nagyon súlyos tartalmi probléma, de sajnos látni kellett, hogy van egy másik is. Annyira átpolitizálódott a magyar közélet, annyira polgárháborús lett a helyzet, és szembenállós helyzet lett, hogy mind a két oldaluk, először csak a közvéleménykutatók elkezdtek ide vagy oda menni, innét finanszírozták őket, onnét finanszírozták őket, és jól láthatóan nem most kezdték, hanem már régebben elkezdték úgymond korrigálni az adatokat. Aki ezt korrigálni vagy súlyozni? Hát nem, ők úgy mondják, hogy súlyozzák, én inkább azt mondom, hogy korrigálják. Van olyan szakmabeli... Csak azt mondja, hogy manipuláltak ezek az adatok? Van olyan szakmabeli, aki azt mondja, akik közvéleménykutatóként föllépnek, azoknak egy része valójában pártpropagandista. Nehéz volna ezt megcáfolni, ezt az állítást. Tehát közvéleménykutatója válogatja. De menjünk picit még vissza. Ott van a Medián közvéleménykutató, ami arról híres, hogy viszonylag jól el szokta találni. Mondott egy számot, ami bizonyos pontokon nagyon messze volt a végeredménytől, főleg az ellenzék százalékos eredményét illetően, a mandátum számot illetően ez volt a legközelebbi. És mi történt vele? Hát majdnem lelőtték. Egyébként az ellenzék vezetője lőtte le, rögtön lefideszeste, pedig az a közvéleménykutató nem csinált mást, mint végezte a dolgát. Egy demokráciában ez a dolga, az egy hallatlanul antidemokratikus megjegyzés volt, amit a miniszterelnök jelölt csinált. Tehát egy demokratikus viszonyok között a független sajtó agyakba döngölte volna ezért a kijelentésére, amit a közvéleménykutatóval szemben megengedett, mert a közvéleménykutatónak pont az a feladata, hogy ilyen méréseket tegyen közé. Most ebben a helyzetben különböző mértékig, bizony, én azt képzelem, hogy korrigálták az adatokat, maradjunk ennél a kifejezésnél, nem akarok minősíteni erőteljesen semmit, amit gondoltam, azt hiszem világosan elmondtam. A kormánypártiak leginkább attól félhettek, hogyha kihozzák azokat az adatokat, amelyek nagy Fidesz győzelmet valószínűsítenek, akkor sok fideszes szavazó azt mondja, hát ha megvan a kétharmad, akkor most esik az eső, nagy hó esett reggel, hát nem megyek el. Az ellenzékieknél meg átok alá került aki. Az ellenzék legfőbb árúja, erre ki fogunk még térni, az Orbánozás, illetőleg az, hogy itt és most porrázúzzuk Orbán Viktort. Láncon fogják elvezetni, mondta sokszor az ellenzék. Most aki ezzel szembeszegült, lásd a Medián, hát mi történt vele? A Han Endre mögött nem is tudom, 50 éves közvéleménykutatói múlt van.
az egyik leghosszabb, és ha, szerintem csinált sok vitatható dolgot, de alapvetően talán a legsikeresebb közvéleménykutatói múlt van. És ezt vele meg lehet csinálni, akkor bárkivel meg lehet. Szóval summa summarum az ellenzéki közvéleménykutatók meg ellenkező irányba korrigáltak. A végeredmény nagyjából ugyanaz lett. Tehát sokfelől hallottam, hogy a nyers adatok nagyobb különbséget mutattak ki, de többé vagy kevésbé mindenki korrigált. Mindkét tényező fontos, ne felejts el az elsőt, mármint, hogy nincs közvélemény, ezért nagyon nehéz közönt kutatni. Az összes többit gyenge érvnek tartom, tehát hogy nincs elég pénz, meg ilyenek, ezeket gyengébb érvnek tartom, ezt érzem a két legfontosabbnak. Viszont közvélemény kutatások nélkül nagyon nehéz modern demokratikus politikát csinálni, mert csak az ösztöneinkre hagyatkozunk. Most őszintén szólva, én jó ideje ezt szoktam csinálni, hogy a közvélemény kutatás talán a változás az talán valós. Tehát mikor azt mérik, hogy valaki volt ekkora, és most csökken, az jó eséllyel tényleg megfelel a valóságnak. De oda jutottunk ebben a polgárháború szemben állásból, szinte már semmi sem biztos. Második kérdés ugye az volt, hogy a rendszer egészen egyébként mennyire teszi lehetővé az érdemi ellenállást, az érdemi alternatív állítást a Fidesszel szemben? Ezt is daraboljuk föl. Tehát kezdjük a választási rendszerrel. A választási rendszernek vannak olyan elemei, amelyek direktben a Fidesznek kedveznek. Ilyen mondjuk a határon túli magyarok választójoga. Ugye ott 95%-ot szokott kapni a Fidesz, most is behozza a 95%-ot, egyértelműen a Fidesznek kedvez ez az elem. De a legfontosabb elem, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, a legfontosabb elem az egyfordulós egyéni kerület. Ön sokat foglalkozok választási rendszerrel, tehát eléggé meg fogjuk egymást ebben érteni. Az dobja be a legnagyobb aránytalanságot, ez viszont a legnagyobb pártnak kedvez, nem a Fidesznek, hanem a legnagyobbnak. Nézze meg a budapesti eredmény, brutálisan igazságtalan a budapesti eredmény. Ugye 47,3 volt, mikor utoljára néztem, mozog a kicsit a szám, az ellenzéki, és 41,3 volt a kormánytöbbségé, 6% volt a különbség a kettő között, viszonylag csekély az országoshoz képest. Most ehhez képest két körzet van most egyenlően, most az se biztos a kormánytöbbség oldalán, ez 12 vagy valahány százalék, tehát 88%-ot, 6% különbséggel és 47%-kal elviszi a 88%-át az egyéni kerületeknek. Ez brutálisabb különbség, mint a vidéki eredményben meglévő dolog, mert ott nagyobb a különbség közöttük. Tehát a rendszer egyfelé húz, de ebből a legnagyobb párt részesül. Tehát, hogy az ellenzék olyan erős lett volna, mint mindenütt, mint Budapesten, akkor 88%-a lenne az egyéni kerületekben. És még egy dolgot nem árt tudni, aki szidja ezt a rendszert. Ez a legklasszikusabb demokratikus megoldás, és a két legszilárdabbnak gondolt demokráciában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban ez a rendszer van. Tehát kicsit furcsának is tartom, hogy egy amerikainak meg lehet magyarázni, hogy ez antidemokratikus, mert ez nagyon nem az. Ezt kétpárti kormányzáshoz vezet, ennek vannak előnyei, hátrányai, most nem menjünk bele. Na most vannak olyan elemek, ahol egyértelmű a Fidesz előnye. Ott van például ugye a közszolgálati média. Ott szabályosan ellenzék ellenes kampányt folytattak. Nem egyszerűen nem engedték be az ellenzéket, mert be se engedték, hanem ott gyalázták, ahol érték. Aztán van egy olyan elem, ami megint megengedhetetlen lenne egy demokratikus országban, hogy állami pénzen pártpropagandát folytattak közvetlenül és direktben. Mármint kormánypropagandát, ők azt mondanák róla, hogy tájékoztatták a választót, de ez valójában közvetlen politikai propaganda volna. És ezeket még számba vehetnénk, de ezzel is vigyázzunk, a magyar politikai kultúrában van a magyar politikai kultúra ellenzék barát és sérelmi jellegű. Tehát az emberek szívesen azt gondolják, igen, nagyrészt nekünk több járna, és ha valaki fölmondja a sérelmeket, nagyon szívesen szavaznak rá. Így volt ez a dualizmus korában, a Horthy rendszerben is, és mindig a kormánypárt, hogy ne bukjon meg, csinált ilyeneket. Ugye a Mikszáth Kálmán tele van azokkal a svindlikkel, amiket a választással csináltak. Azon túl, hogy nem is volt általános választójog, akkor a Horthy rendszerben ugye meg a nyílt szavazás volt. Na valami ilyesmi működik, de nagyon vigyáznék vele, ha az ellenzék, tehát ebben sok igazság van, tehát a főállításom az, hogy sok igazság van ebben a lejtőben, de nem a teljes igazság ez, mert van, ahol nem a Fidesznek kedvez, és nagyon fontos elemek a legerősebb pártnak kedveznek, de állandóan ezt mondogatja az ellenzék, ez valójában lefegyverzi az egészet.
Miért nem mentek el a Jobbikos szavazók az ösztönözéki ajánlattal, miközben 2018-ban Vona Gábor is már egy néppárti Jobbikkal kampányolt, és akkor úgy tűnt, hogy az az 1 millió szavazó bizalmat szavazott egy ilyen típusú politikának. 2022-ben meg azt lehet látni, hogy hát radikálisan vesztett a pozícióiból a Jobbik. Azt képzelem, hogyha nem dinamikus a politika, és nincs az ellenzéknek húzása, nincs nagy erős vonzása, akkor ez szükségképpen ilyesmi következik be, mint ami bekövetkezett. Majd fogunk foglalkozni, miért nem volt az ellenzéknek húzása. Na most, hogyha vannak nagyon távolálló pártok, és azért a baloldali ellenzék az alapvetően Kádár János utód pártjára épült. Nem mind, de a főerők igen nagy részt, ugye a Gyurcsány Ferenc pártja és az MSZP, az mégiscsak ez a kettő főerő. És a Jobbik között tényleg nagyon nagy távolság volt. Tehát most ezt sokan azt gondolták, lazán összeadták ezt. Na most ez, ha nincs dinamika a politikában, ez lehetetlen. Tehát azt képzelni, hogy egy olyan nagy párt, mint a Jobbik, az egyszerűen átlép az erőtér egyik feléből a másik felébe, és szövetséget kötsz az ősi ellenzékkel, akkor az úgy szublimálódik, hogy huss eltűnik, és nyom nélkül nincs is Jobbik már. Ez eléggé naív elképzelés. Ha lett volna az ellenzéknek hatalmas vonzereje, tehát azt gondolták volna rengeteg, hogy fantasztikus az ellenzék, Orbán Viktornak mennie kell, az ellenzék magjában sokan így gondolták, akkor ennek lehetett volna olyan húzása, hogy kevés az, ami elveszik. De nem volt ilyen, így aztán viszonylag sok lett az ilyen. Azt, hogy ilyen szilárd jobboldali radikalizmus után lett újra a jobboldali radikális párt, nem olyan nagy csoda. Ugye ilyen volt már 98-ban, aztán a Jobbikkal újra, most újra van. Ha belegondolunk, az első titkos választásunk a 39-es volt, piszok jól szerepeltek a nyilasok. Meg kell, hogy mondjam, hogy én sem figyeltem föl eléggé arra, hogy bár volt olyan kollega, aki mondogatta, hogy bejöhet ez a párt, én sem figyeltem rá, és valahogy úgy éreztem, például volt az a plakátjuk, hogy állja a koronavírus. Stop Covid diktatúra, igen. Igen, úgy éreztem, már nem is volt semmiféle diktatúra, mi is itt maszk nélkül beszélgetünk. De az az igazság, hogy az előre kalkulálható volt ez az előtörténet alapján, és van még egy dolog, közönkutatóknak mindenütt a Földön nagyon nehéz mérni a jobboldali radikalizmust. Ők aztán végképp nem mondják meg közben az ellenségnek, hogy ők kicsodák. Itt ennél az aztán nagyon sokan érveltek amellett vasárnap óta, hogy azzal, hogy a Mi Hazánk bekerült a parlamentbe, igazából újraépült a centrális erőtér. Mit gondol erről a kérdésről? Egyáltalán nem gondolom, tehát az csak 6%, mert megy lefelé, ugye jönnek a követségi szavazatok, meg a határon túli magyarok is, megy lefelé, az 6%, 7 mandátum. Tehát a centrális erőtér azért ennél több volt. Én akkor beszélnék centrális erőtérről, hogyha az ellenzék most teljesen szétesne, és úgy egymásnak esne, mint ezt többször megcsinálta. Nem lehetetlen, hogy ez bekövetkezik, mármint szétszakad, de azt hiszem, hogy ez nem fog bekövetkezni. Tehát egyelőre annyi történt, hogy van két erős blokk, meg egy apró nép parlamenti értelemben. Az apró nép küzdeni fog, és bizonyos szituációkban állandóan számolni kell vele, és hogy mondjam, nagyobbá tette most a különbséget, de nem érzem döntőnek. Egyáltalán egész biztos, hogy ez a Mi Hazánk vette el szavazatot az ellenzéktől, vagy inkább tartott ott, ahol eleve volt a szavazó, és egész biztos, hogy a Jobbik örökségből a Fidesz is részesült, de én nem ezt érzem a legnagyobb politikai szerkezeti változásnak, ami az utóbbi időben történt. Szerintem ennél egy jóval fontosabb is van. Volt, aki fölfigyel, de szerintem nem eléggé, és nem eléggé súlyosan. Ugye azt is korábban említette, és most is arra utalt, hogy igazából nincsen dinamika a magyar politikában. Most majd ön szerint lesz? Ugye korábban azt prognosztizálta, hogy vége lesz az állóháborúnak. Messzire menne, egy picit visszatérnék az előbbi félmondatomra, hogy én mit érzek a legjelentősebb változásnak, ami most folyamatban van, nem teljesen fejeződött be. Van egy olyan váltás, amire kevesen figyeltek föl, az első a jobb oldalon következik be. Nevezetesen az történt, van az országban, régen 4 körzet volt, most 3 körzet, az a budai zöldövezetek körzete. Na most ezek voltak Magyarország legjobb oldali körzetei mindig is. Mikor Horn Gyula 91%-ot szerzett 94-ben az első fordulóban, és 86-ot a végeredményben, mind az MDF-nél maradt. Az MDF nem tudott egyéni kerületet, nem tudja, 94-ben tönkreverték az MDF-et, de Budát megnyerte. És ez a 4, most 3 körzetben mindig a jobboldal győzött. A polgármester választáson bebecsúszott egy baloldali győzelem, de országgyűlésén még soha.
Most sokaknak megdöbbentően a Hiszékeny Rezső 13. kerületét leszámítva, ami Kádár János választókerülete volt, annak idején legalább egy része, ezek a legjobb körzetei az ellenzéknek. Tehát ott, ahol a jobb oldal volt nagyon régóta a legerősebb, az most egyszerre az ellenzékre szavazott a legerősebben. A 12. kerület bonyolult, nem menjünk bele, a második és a 11. 51% fölül szerepelt az ellenzék. Most nagyon kevés szerepelt 50 fölött, ugye az átlaga 35%. Tehát azt lehet mondani, hogy a jobb oldal jelentős része bizony átment. De azt kell, hogy mondjam, hogy azok, akik a magyar társam csúcsán vannak, itt a legfelső elitek laknak ezekben a körzetekben, akik a globalizáció legnagyobb nyertesei, ezek messze uniós átlag fölötti jólét van ezekben a körzetekben, akik legjobban ismerik a világot, ha úgy tetszik, a magyar szilíciumvölgy emberei laknak itt, ezek nagyon, nagyon nagy arányban ott hagyták a jobb oldalt. Orbán Viktor előre tudta, két legfontosabb, néhány legfontosabb miniszterekről, két nagyon fontosat ki is menekített ezekből a körzetekből. Az egyik a miniszterelnökiséget vezető miniszter, a másik meg a pénzügyminiszter. Igen. Hadd kérdezek ide valamit. Az ön meglátása szerint az ellenzéket tartja fogságban ezek a különböző elitek, amelyek szeretnének a saját fontosságtudatukat valamilyen módon igazolva látni az ellenzék részéről, vagy arról is szól, hogy az ellenzék maga egyébként referencia rétegként tekint erre a csoportosulásra, és ez is szigeteli el adott esetben azoktól a választói csoportoktól, amelyeket a Fidesz meg tudott szólítani vasárnap. Kölcsönös kapcsolat ez. Kölcsönös kapcsolat, de szeretném a saját logikámat, fogok erre válaszolni, a saját logikámat folytatni. Tehát egyfelől történt valami olyasmi, ami az Egyesült Államokban is megtörtént. Régen úgy nézett ki a politikai tagoltság, hogy anyagi alapú volt a politikai tagoltság. A gazdagok a republikánusokra szavaztak, az egyetemi meg a hollywoodi művészelit balra szavazott, plusz a munkások meg a mindenféle kisebbségek, színes és egyéb kisebbségek. Ez így nézett ki az amerikai tagoltság. És elindult egy hatalmas mozgás, a globalizációra nyitott, nyelveket beszélő, magasan iskolázott, sok évet egyetemen töltöttek, óriási arányban elkezdtek balra menni. Kalifornia a legjobb példa. Kalifornia a régen elnök kormányzóságának, meg Schwarzenegger kormányzóságának volt a helye, most szilárdan baloldali 70%-ra. És ugyanez Manhattanben, New York. Most ugyanez látszik lejátszódni Magyarországon, csak hogy van egy ellenkező irányú mozgás is. A Fidesz már az elején valamikor úgy nézett ki a magyar vidék, hogy ahol nagybirtok hagyomány volt, ahol nagybirtok hagyomány volt, vagy és jól működő TSZ és állami gazdaságot, a szocialisták voltak nagyon erősek, ahol pedig gazdaparaszti hagyomány volt, kisparaszti hagyomány, Hódmezővásárhely például, meg a kisgazdák. Fidesz nem nagyon rúgott labdába, és az MDF se nagyon. És aztán jött Orbán Viktor, ő legjobban a mezővárosi, kistelepősi lakosságot érti, és óriási gesztusokat tett fel, és ez a közönség saját magát ismerte fel a miniszterelnökben, és 2002-ben lényegileg az összes kis települési, mezővárosi, dominanciai között. Csak egy értelmes a kérdés. A magyar társadalomnak hány százaléka koncentrálódik ezekre a települési típusokra? Viszonylag kis része, és most a nagy választókerületek vannak, azok között még kevés van, ami ilyet dominál, csak hogy a Fidesz következő lépcső is felé elment. Elkezdte a városi alsó középrétegeket is meghódítani. És ez is a folyamatban van folyamatosan. Tehát nem pusztán ezt a közeget, hanem mármint a falusi kisvárosit, hanem a város és akár nagyvárosi alsó rétegek is elkezdte lehozni. Ugyanúgy, ahogy Amerikában. A Fidesz egyre inkább, egyébként nem használom ezt a szót, de most helyén valónak érzem, a munkásosztálypártja kezd lenni. A föntlevők azok rögtön azt mondják, hogy hoho, hát ezeknek foguk sincsen. Hát ezek buták, meg mindencsoda. Mély lenézéssel nézett az a globalizált elit, úgymond a Fidesz szavazóira. Pedig az a furcsaság van, hogy a ellenzék egyik legitimációs elve épp az, hogy ő a kisembereknek a oldalán van, és pont a kis emberek nem hajlandók rászavazni. Mondom, ez folyamatban van. De ha megnézi a budapesti körzeteket, főleg Pesten látni ezt. A rákosok voltak, mindig ez a két rákosmenti választókerület Budapesten, amely leginkább mezővárosi jellegű. Budapest szélén van, ugye Rákosi Mátyás tette oda, egyáltalán nem meglepetés. Sőt, az volt a valószínű, hogy a Fidesz először ezt viszi el, de már a többi körzetben is beindult az a mozgás, amit mondtam. Tehát sorra jönnek be a munkás övezetekben, némileg erősödik a Fidesz, még nem nyeri meg, de már megszorította a
az ellenzéket, például Kunhalminak a körzetében, Hiller Istvánnak a körzetében, és másutt is szűkült az olló a korábbiakhoz képest, és a vidéki városokban különösen érezni ezt, Tatabányát, Dunaújváros, mi egyebet elvitt. Most én ezt a mozgást, pláne ha végigfut, jóval jelentősebbnek érzem, mert ha úgy tetszik, a baloldal egyre inkább a nyugatos, nyugati mintát követő elitnek a pártja lesz, minden öndefíció nélkül, és az Orbán Viktor meg igen nagy rész ezeket preferálta, ugye a családpolitikájával, mi egyébben, és mégis az azonossággal, mi egyébben, ha úgy tetszik, az alsóbb rétegek, és bizony a munkásosztály pártja lett. És ezt, világítsa meg egy kicsit, mert hogy lehet az, hogy a munkásosztály pártja, miközben abszolút egyértelmű az elmúlt 12 év társadalom politikájában, hogy alapvetően fölfele osztott a rezsicsökkentéstől kezdve, a családi adókedvezményeken keresztül, a különböző egyéb juttatásokon keresztül, tehát hogy itt konkrétan egyébként a közmunkán kívül nagyon más típusú újraosztási mechanizmusok nem nagyon épültek ki, sőt, hát a családi pótlék évtizedes viszonylatban változatlan, és hosszan sorolhatnám még az öregségi nyugdíjminimumot és így tovább. Tehát hogyan lehet őt mégis a munkásosztály pártjának tekinteni? Tendenciaként, valahogy úgy, ahogy a Trumpnak hogyan sikerült. Hát ha volt a kisember számára egy nem igazán vonzó alak, az épp a Trump volt, ugye milliárdos toronnyal, brutálisan mutatja a gazdagságát, meg mi egyéb, és adócsökkentésbe játszik ő is. Igen. Tehát az ő társadalom politikája eléggé hasonlított sok tekintetben Orbán Viktoréhoz. A Biden elnök családi pótlékszerűséget próbál elindítani, nem sikerült meg, de próbált, a Trump meg semmi ilyesmit nem csinált. De van egy óriási különbség, részint a középosztály pozíciója nagyon megingott Magyarországon, és Orbán Viktor jelentőset erősítette erről, majd fogunk biztos beszélni gazdaságról, ez a dolog egyik fele. A dolog másik fele, hogy Magyarországon tartósan, sikeresen és elfogadott a társadalompolitika olyan, ami a legalsó rétegeket célozta volna, sosem volt. De ez egy hibája az ellenzék, tehát ez sokkal karakteresebb szociálpolitikai ajánlatra lett volna szükség? Nem hiszem, hogy meg lehetne győzni a magyar kisembert arról, hogy olyan családi pótlék kell, ami a legelesettebbeket támadja, és főleg nem, ami most elnézést, amit mondok, ami a cigány lakosságot célozza meg nagy erőben. Tehát nem érez szolidaritást ez a közeg, sőt, kifejezetten azt gondolja, hogy Isten őriz, ez a rendszer a jó. Miközben kárvalottja neki. Bonyolultadok, nem érzi magát kárvállottnak, akkor menjünk bele, nem érzi magát kárvállottnak, aminek kárvállottnak érzi magát, az a korai magyar kapitalizmus. Tehát a Kádár korszakot nagyon jól értette ez az ember, vegyük a munkahelyi viszonyokat. Állásváltoztatással, munkahelyi teljesítmény visszatartással, többletállásokkal, többletmunkával taktikázott a magyar kisember. Az az igazság virtuóz módon érte el viszonylag magas jövedelmet a Kádár korszak időszakához képest. Rengeteg munkával erőfeszítés. Aztán jött a rendszerváltás, és jött a kapitalizmus, amely szabályosan felszámolta ezt. Nem annyira tudatosan, hanem inkább amiatt, hogy elveszett rengeteg munkahely, és profit érdekeltek lettek a cégek, és a lehető legalacsonyabbra nyomták a béreket, és azok a régi eszközök alkalmatlanok lettek. Azok elveszett az értelme, mert nem munkaerő hiány volt, hanem állás hiány volt. Tehát azok a taktikák megsemmisültek. A magyarok nem tanulták meg, hogy szakszervezetet mi egyebet ugyan lehet használni. Szabályosan ki lehetett volna írni az ország névtábla alá, hogy szakszervezetmentes ország, Magyarország. És elképesztő kárvalottai voltak. Horn Gyula nagyon értette a kisembert, és fölülről próbált állandóan gesztust tenni felé, de a lényeget tekintve a korai időszaknak, a rendszerváltás után éveknek óriási vesztese volt a kisember. És tehetetlenül vergődött. Csak hogy jött Orbán Viktor, aki elindított egy elég ebben a tekintetben kádári alapú társadalompolitikát, azt mondta, a Kádár azt mondta, volt a híres mondás, hogy aki nálunk dolgozik, ez boldogul. Az Orbáni verziója ennek, hogy csak azt kell támogatni igazán, aki dolgozik, azt viszont nagy erővel. Elindította a közmunkaprogramot, amit az ellenzéki közgazdászok elején dühösen támadtak, és aztán elkezdődött rohamosan nőni a foglalkoztatottság, és mostanra óriási a járvány előtt, tehát a járvány bonyolította a dolgot. Szerintem járvánnyal is foglalkoznunk kéne, ott is nyert Orbán Viktor a járványkezelésbe, bármit mond az ellenzék, de menjünk erre vissza a dologra. Tehát a járvány előtt egyre inkább munkaerő hiány lett. Jöttek a vendégmunkások például Ukrajnába, volt pillanat, mikor 200 ezer körül voltak, és újra visszatalált a magyar kisember a munkahelyen a régi szuverenitáshoz. Álláscserével, teljesítmény visszatartással, többlet
munkával elkezdte érvényesíti az érdekeit. Különböző helyeken tartok előadást, és egyszer jelentős cégek vezetői előtt beszéltem, és arról beszéltem, hogy olyan gyorsan emelkednek a bérek, amely bizonyos cégeknek már gondot jelent. Ritkán fordul elő, szabályos közfelkiáltást tört ki a közönségben, hogy mennyire igaz ez az állítás. Tehát az átlag magyar azt érezte, hogy a rendszer, a politikai elit számára, az értelmiség számára a rendszerváltás elhozta a szabadságot a Kádár rendszerhez képest. A munkások számára a szabadság elvesztését jelentette. A Kádár korszakban kivívott ügyességnek az elvesztését jelentette. Na most ebből valamennyit visszakapott ebben, hogy a munkaerőpiacban 700 ezerrel több foglalkoztatott van és munkaerőhiány. De ne álljunk meg itt. Menjünk tovább, a fogyasztás a másik területe a szuverenitásnak a kisember számára. Hogy van pénzem, és mikor az unokámnak szeretnék venni egy tábla csokoládét, jó minőségi csokoládét, nem kell otthagynom, mert ki tudom fizetni. Most ha van egy vita, hogy mennyit emelkedtek a reálbérek, hogyan emelkedtek, mindenféle statisztikai módszertan, nem mennék bele. Inkább nézzük meg a fogyasztás adatait. Például hány rendszámot adnak ki Magyarországon, ami azt jelenti, új vagy használt autó jön be. Mennyi a benzinfogyasztás, cigaretta, alkoholfogyasztás, egyáltalán kiskereskedelmi forgalom. Brutálisan emelkedett a járvány előtti időszakban. Nem végig, tehát nem a 10 évében a Fidesz rendszernek, hanem a 15-től 19-ig. Az az igazság, ezek nagyon jó évek voltak a fogyasztást illetően is. És tetejében Orbán Viktor, mikor megérezte a veszélyt, hogy most esetleg veszít egyesült ellenzék, nemzetközi problémák, járvány, mi egyéb, akkor ezt az egyébként is sikeres időszakot szabályosan tűzijátékkal tetézte meg. Uh-huh. Az utolsó fél évben szinte mindenki kapott valamit. Voltak, akik keveset és okkal tiltakoztak, ezek voltak a pedagógusok. Voltak, akik többet. Például a családosok ugye visszakapták bizonyos szintig az adójukat, amit fizettek. Tehát azért ott is inkább a magasabb keresetőeknek kellett. Nem, mert ott volt egy felső határ 840 ezer forint, tehát a nagyon magas keresetőek nem, de igaza van, akik nagyon rosszul kerestek, azok kevésbé jártak jól vele, tehát nem vitatom ezt a dolgot, de nagyon sokan váratlan. Lényegében azok, akik elég jövedelemmel rendelkeztek, azok két havi jövedelmet kaptak ajándékba. Tehát szabályos tűzijáték tetézte ezt meg. Ennek a későbbi finanszírozása még gondokat fog jelenteni, majd foglalkozzunk vele, de ez végképp megerősítette, hogy az az ellenzéki állítás, hogy itt nyomorba vagyunk, meg szenvedünk, meg minden, egyszerűen nevetséges ebben a helyzetben, ez az igazság. Tehát az átlag ember úgy érte meg, hogy az ellenzék arról beszél, hogy demokrácia meg minden, holott az én szuverenitásom minden tekintetben nőtt. A munkahelyen is nőtt, és mint fogyasztóként is nőtt. Azt, hogy mondhassam a véleményem, hát mondhatom, de nem mondom, mert nem akarok összeveszni az apukámmal, meg a fiammal. Tehát summa summarum, van az a clintoni mondás, hogy te szamár, hát a gazdaság a lényeg a választási eredményt illetően, hát ez történt. De nincs itt egy ilyen percepciós válság abban a tekintetben, hogy azoknak a jólétéről beszélünk, akik hozzáférnek a nyilvánosság különböző csatornáihoz, adott esetben aktív véleményformálói a helyi közösségeknek, és az a masszív többség, aki nem olvassa a különböző internetes portálokat, nem is biztos, hogy aktív internet használó, nem tud hozzáférni ezekhez a különböző szolgáltatásokhoz, pont a depriváltsága miatt. Szóval, hogy az ő véleményük egyáltalán nem jelenik meg, és emiatt nem is tudják alakítani a közbeszédet, nem is biztos, hogy észre tudják venni például az ellenzéki politikusok, hogy itt lenne egyébként képviselni való érdek, csak egyszerűen nem jut el oda, mert nem tudja artikulálni magát. Az ellenzéki politikusok szabályos fogjai a saját közönségeknek, de beszéljünk majd róla egy kicsit később. Ezt a vonalat szerintem zárjuk le. Tehát szerintem az átlag ember számára az ellenzék egy kockázatot jelentett, a Fidesz pedig visszatekintve az utolsó 5-6-8 évre egy sikert. És vigyázzon a legszegényebbekkel. Az Unió Statisztikai Hivatal állandóan közöl egyenlőtlenség mutatókat is. És a Magyarországon ezek a korábbiakhoz képest nagyon sokat nőttek az elején, és most ebben az utolsó évben sokat csökkentek. Döntően a foglalkoztatottság megugrása miatt. És a végén már nem közmunkás volt. Tehát a baloldal állna el, hogy ez mind közmunkás. Volt idő, az elején még igen. Akkor 300 ezer fölött volt a közmunkások szintje, de a legutolsó adatok szerint már csak 80 ezer. Ki kell, hogy mondjam, már közmunkásból is hiány van. Ez nem minden területre igaz. Vannak zsákfaluk, rosszul teljesítő területek, de az ország 80%-ára nagyjából igaz, amit mondok. És minden adat ezt támasztja alá, és így
ebben ezt a dimenziót akár tetszik, akár nem, még ha veszélyesen is, mert túlköltekezett a Fidesz, de ezt a dimenziót fölényesen megnyertek, és ugye a szokás szerint ez a legfontosabb dimenzió. Térjünk át egy korábbi mondatára, mert nagyon megütötte az a filmet, és szerintem ez egy izgalmas kérdés. Ugye korábban is utalt már rá, pont a mi beszélgetésünkben, hogy igazából az Orbán nagyon ügyesen fordítja ki azt a típusú panaszkultúrát, ami része, nem tudom én, így a magyar szociokulturális milliónek, és hogy egyébként ezt képes kifordítani Brüsszel a nyugat irányába, és igazából egy elit pozícióból képes elit ellenes retorikát művelni. És ugye pont amikor itt volt legutóbb nálunk, akkor az előválasztás estén választották meg Márki-Zay Pétert, és pont arra utalt, hogy ez lehet Márki-Zay Péternek is a nagy esélye a kitörésre az ellenzéki buborékból, és hogy egyfajta trumpi karakterként, vagy Zelenszky karakterként képes lehet majd valamilyen módon elhozni esetlegesen szavazókat Orbán Viktortól. Miért fulladt ki végül is egyébként ez a típusú karaktere Márki-Zay Péternek? Mennyiben tudta sikeresen hozni azokat a reményeket, amiket adott esetben önmaga is megfogalmazott? Kezdjük az első felével. Orbán Viktor rengeteg újítást vitt be a magyar politikába, és ezek közül az egyik legelső és legfontosabb ez. Tehát Magyarországon, főleg az elején, mindegy, hogy teljesített egy kormány, ezt elzavarták. Elzavarták a Hor kormányt, nem teljesített az olyan rosszul, aztán az Orbán kormányt is, ami meg kifejezetten jól teljesített, és leváltották a sérelmi politika miatt. A sérelmi politika miatt? Ha valaki felsorolt, azt mondta, hogy a magyaroknak több jár, mint amit most kapnak, és elmondta, hogy mik a sérelmek, rengeteg ilyen sérelmek, akkor sokkal nagyobb volt még a szegénység, mint mostanában. És ezt elmondta, kvázi mint egy Tiborc, ugye a panaszokat, és azt mondta, hogy mindezért a kormánya hívás, ez általában elég volt a választások megnyeréséhez, egészen sokáig. Most az Orbán Viktor újítása, tanulva a 2002-es vereségéből az, hogy a sérelmeket kifelé kell fordítani. Nem teljesen eredeti az ötlet, mert ezt csinálta Magyarország a dualizmus korában is. Tehát akkor is nagyon erős sérelmi reflexek voltak, és Ausztria felé fordította a kormányzó elit. Tehát rázúdította, hogy azért van nálunk az a sok baj, mert az egész országot sérelem szenvedi. Most nyilvánvalóan nem a Putyin Oroszország volt már a sérelem okozója, hanem az a világrendszer, amiben tartozunk. Ugye az unióhoz kötődő cégek vállalatai, a nyugati kapitalizmus, mi egyéb. Az Orbán Viktor úgy jelent meg, mint egy magyar szabadságharcos, aki az elnyomás ellen küzd. És ahogy telt múlt az idő, már Orbán rendszer lett, ha volt magyar politikus, aki maga megszemélyesítette a rendszert, az Orbán Viktor volt, ő mégis úgy jelent meg, mint a világrendszer egészének az ellenfele. Ha úgy tetszik, a hatalom politikailag egy zseniális konstrukció volt, és tetejében állandóan hírbe hozta az ellenzéket is. Az ellenzéket összekötötte ezekkel a gonosz erőkkel. Tehát állandóan azt sugalt, ennek a reflexnek egy másik eleme a ne bántsd a magyar reflex. Ugye Zrínyi Miklós a török áfium ellen orvosság mottójaként használja, hogy ne bántsd a magyart. Most erre építette föl ezt az egészet, és aki a másik oldal mellé áll, már pedig az ellenzék állandóan a másik oldal mellé állt, azt mondta, hogy nem az Orbánnak van igaza ebben meg abban a vitában, az Unió miért nem szankcionál minket, az pedig a hazáruló szerepe. Most ez is egy ősi toposz. Ugye a Mohács óta nálunk állandóan ott van, hogy na azért veszítettünk, mert ott voltak az árulók. A baloldal szabályosan fölkínálkozott erre a szerepre, amikor állandóan a nyugat segítségét kérte az Orbán elleni harcra. És ez káprázatosan működött. Az a véleményem, és most már Márki-Zayról hagy beszélek, hogy ott abban a tulajdonképpen az ellenzék drámája sok tekintetben az előválasztás körül kezdődött. Mégis azt gondolom, hogy abban a kínálatban, mióta előjött, a Márki-Zay volt a legjobb az egészből. Tehát nem gondolom azt, hogy az önmagában rossz döntés volt. De mielőtt a Márki-Zaybe belenjünk, egy picit beszéljünk a többi előtt, mert most sokan előjönnek felelősségkereséssel, hogy miért jó, és miért mondom ezt. Ugye a legrosszabbul szereplő jelölt az a Fekete György András volt az egész közegben. Az ő pártja, a Momentum, szerintem nagyon jó, hogy van. Egy új generáció jött be vele a magyar politikába, önkéntesként nem lehetett tudni, hogy ők egyáltalán bejutnak-e. Olyan sokan megpróbáltak és maradtak az 5% alatt. Nagyon jó, hogy elkezdték. Csak hogy. Ők lettek a leginkább nyugatos párt, még az elején. A leginkább nyugatos párt meglehetősen megemésztetlenül, átgondolatlanul lökték Magyarországra, hogy a nyugat jó. A baloldali progressziónak szinte az összes, a nyugaton is eléggé avantgardnak tűnő dolgait is behozták Magyarországra, úgy, hogy alig ismerték közben a valóságos nyugatot, Magyarországot meg végképp nem. Épp ebben a műsorban, ugye az ön műsorában derült ki, hogy mennyire. Azt kell, hogy mondjam, hogy nálunk újra és újra van olyan baloldali erő, ami ezzel próbálkozik, és nagyon keserű lesz, amit mondok,
de ki kell, hogy mondjam, hogy ez a leggyengébb az összes közül. Tehát a Jászi Oszkárék kezdték, egy komoly lelkiismeret, mi egyéb volt bennük, nem sikerült, de komoly potenciál volt. A legerősebb az SZDSZ volt ebben a történetben, ugye az SZDSZ majdnem, SZDSZ nyert választásokat, népszavazást, önkormányzati vezető szerephez jutott, és volt, hogy majdnem országgyűlési választást is nyert. A Momentum a legfelkészületlenebb, a legfelületesebben nyugatos, az igazság tipikus kelet-európai jelenség, azzal, hogy úgy nyugatos, hogy egy nem igazán létező nyugatot kér száma Magyarországon, az ő jelöltje, hát nem, nagyon rosszul szerepelt. Az kijelentető 2022 Magyarországon, hogy igazából nyugatpárti politikát folytatni, az politikai öngyilkosság? Hát ha rosszul csinálják, azt képzelem, hogy a mi térségünkben, a köztes Európában minden országban előjön ilyen felszínes nyugatkövetés. Néha egyenesen ez győz. Ez egy mély hagyománya a térségnek, a nyugatos modernizáció. A nyugatiak mindig ezt szeretik. De ezt csak akkor lehetne jól csinálni, hogyha valami egyensúlyt talál ennek a képviselője a hazai hagyománnyal és a nyugatossággal. Ha fölülről akarja végigpofozva az országot, erővel lenyomni a nyugatosságot, az részén nem nyugatosság, mert az nem hierarchikus, részén nem demokratikusság. Ugye ez a Nagy Péter modell. Most ezekben a nyugatos mozgalmakban bizony jócskán van ilyen. Tehát folyamatosan elmondják, hogy mennyire demokraták, de mikor az emberek nem követik őket, akkor azt mondják azért, mert ez mind hülye, mind mucsai, alkalmatlan, mi egyéb. Az összes ilyen nyugatos pártunkban benne volt, a Momentumban különös erővel. De hogy ugorjak, mert még van jó pár szereplő, a másik a Jobbik. A másik Jobbik, Jakab Péter. A Jobbik mélyen be volt ágyazva a régi magyar jobboldali radikalizmusba. Ugye Horthy rendszer, aztán volt egy csomó földobott fontos probléma, amire eléggé brutális megoldást javasoltak annak idején, mikor elindultak, és nagyon sikeresek voltak cigánykérdésre, politikus bűnözésre, meg minden csodára. Ebből szinte semmi nem maradt a mostani Jobbikba, csak egy agresszív orbánozás. Tehát a Jakab Péter fő mondani valója az volt, hogy majd láncon viszik el a köpcöst. És ezt variálta, meg krumplit mutogatott, meg szegénységet csinált. Az az igazság, ez volt a legüresebb ebben az egészben. Nem is csoda, hogy olyan rosszul szerepelt. Egy lábjegyzet, de közben meg tavaly tavasszal a leglátványosabb eredményeket érték el a közösségi médiában. Ennyire súlyosan képes félrevezetni ez a típusú technológiai megjelenés a közvéleményt, adott esetben a politika formáló közvéleményt is? Tehát van Magyarországon egy közeg, akit hallatlanul megsértett az Orbán rendszer. Az Orbán rendszer anyagi javaiban, tisztségében, de főleg a fontosság tudatában hallatlanul megsértett, és ez a közeg rajong a keménységért. Először ezt a közeget Gyurcsány Ferenc ismerte meg, vagy ismerte föl. Emlékezzen vissza, 14-ben Gyurcsány Ferencnek egyáltalán létezése is kérdéses volt. Úgy tűnt, hogy esetleg már nem is lesz parlamenti tényező. És csinált ő is egy innovációt, Gyurcsány Ferenc egy nagyon tehetséges ember ebben a mezőnyben. Rájött arra, hogy a közönségnek, az ellenzéki közönséget a Fidesz annyira megalázta, megbántotta, mi egyéb, hogy gyűlölet teljesítményt kell mutatni. Tehát nem úgy kell beszélni, hogy akkor Bajnai Gordon volt ugye az első. Erre ő jött rá, vagy ezt Orbán Viktortól tanulta? Tanulta is, meg rájött is, de az ellenzékben ő kezdte. Tehát korábban úgy nézett ki, hogy a dolog a Bajnai Gordonnak fog állni, mármint 14 előtt, aki a régi szakértős, centrálisan elhelyezett MSZP-s politikát, reformer, piacosító politikát folytatta volna, és erre megjelent Gyurcsány először ilyen picikeként, és gyűlölet teljesítményt mutatott föl. Azt sugallta, hogy én gyűlölöm legjobban Orbán Viktort, és elkezdett zúdulni hozzá a közönség. Először például a Momentum azt mondta, hogy ez balgasság, és ezt nem szabad csinálni, de aztán rájött sorra mindenki, hogy ez a nyerő. Tehát ebben a viszonylag kicsi ellenzéki magban, mármint a Fideszhez képest kicsi ellenzéki magban, csak az lehet elismert vezető, aki gyűlölet teljesítményt mutat föl, és aztán olyan egyre jobban, de aztán 18 után ez teljesen elszabadult. A versengés tárgya az volt, hogy ki gyűlöl jobban a Fideszt. Ki az, aki újabb elítélést csinál, aztán már nem is szavak kellettek, hanem táblákat mutattak föl a parlamentbe, krumplit vágtak oda, meg börtönnel fenyegették a miniszterelnököt. Na most ebben nyújtott jelentős teljesítményt, ha úgy tetszik, a Gyurcsányt másolva. A Jakab Péter. Van, aki egyenesen azt állítja, hogy a legnépszerűbb ott azokban a Facebookos valamikben a Gyurcsány közönsége előtt volt, és nem is a régi jobbokos.
választások miatt, és azért szivárgott most el ez a szavazó mennyiség, mert sosem... Ez a régi baloldalra volt igaz. Ezt be is fogadták, így elfelejtették Jakab Péternek a korábbi dolgait, de nem jelentett valóságos támogatást, de arra a pillanatra vonatkozott. Az igazán fontos jelöltekhez érünk most, szerintem lassacskán. Szerintem bizonyos értelemben a legjobb jelölt az a főpolgármester volt, ugye Karácsony Gergely. Csak neki volt egy eleve elrendelt, hihetetlen nagy hibája. Ő alkatilag olyan volt, amit mondjuk egy antropológia vagy egy gender tanszékre szívesen megválasztana minden kutató tanszékvezetőnek, aki soha nem fog bajt keverni, soha nem fog követelményeket támasztani, aki kedvesen mosolyog, és aki háromszor elmondja minden nap, hogy ő nem akar vezető lenni. Csak azért, mert nagyon akarják, a többiek azért fog vezetni. Most gondoljon bele, Magyarország miniszterelnökének lenni az az egyik legszörnyűbb hivatás. Amerikában megjelent egy könyv, egy nagyon jó könyv, és az volt írva, hogy a föld legnehezebb hivatása. Arról szólt, hogy az Egyesült Államok elnökének a teendője. Most én nem vetném össze a magyar miniszterelnököt az Egyesült Államok elnökével, az egy nagyobb hatalom, több a probléma, csak hogy a magyar történet borzalmasabb. Az amerikai elnököket néha lelőtték, a magyar elnököket halálra szokták ítélni, ugye sokszor a legrendesebbeket, Batthyány Lajos vagy a szegény Nagy Imrét, számüzetésbe kerülnek gyalázatos módon. Azért. Igen, vannak rosszak is köztük, de most a jókat nézzük, tehát a legjobbakat, Bethlen Istvánt jónak szokás tartani, és erre volt a szovjet hadsereg, pedig nem volt háborús felelős. Más öngyilkos lett. És itt ez egy drámai hivatás. Én elég sok miniszterelnököt láttam közelről, és drámai hivatás. Na most gondoljon bele, lesz valakiből nagy zongorista zseni, aki azt mondja, hogy én utálom a zongorázást, és minden nap háromszor. Lesz valakiből jó televízió műsort csináló, hogyha nem a legnagyobb szenvedéllyel csinálja. Valójában a főpolgármestert Orbán Viktor ütötte ki, óriási támadás alá helyezte, és a főpolgármester boldogan szabadult ettől a dologtól. Nem neki kellett volna visszalépnie, de végre érvényesíthette azt, amit mindig mondott, és visszalépett. És maradt egy jelölt, aki politikai értelemben a legprofesszionálisabb volt, Dobrev Klára. Ő már látott politikát közelről, egy politikus dinasztiának a harmadik generációja, nagyon készült a szerepre. Szinte minden megmozdás ki volt gondolva, át volt gondolva, de volt két alapvető probléma vele. Az egyik, hogy egy kommunista dinasztiának volt a tagja. Ezt tudom, baloldalról nézve nem szörnyűség, de az országnak legalább a fele vagy nagyobb része jobboldali. Most már elnézést, de olyan, mintha Csurka István rémregényéből lép neki. Ugye a nagyapja akkor kap villát, amiben most is ott lakik a tanács, mikor Kádár János és Rákosi Mátyástól egy elrabolt tulajdont. Részben zsidó tulajdont, hátborzongató már önmagába. Aztán ugye Kádár apró dögei, ahogy akkor mondta 56-ban a néphumor. Felelős a Nagy Imre pertől kezdve a lövöldözésekig. A család második generációban az egyik tag a kifelé való kémkedésnek az egyik vezetője. Ezredesi rangban az apuka és az édesanyja külkeres mindenféle akkori külkerrel egybekötött dologgal, és hogy még szomorúbb legyen a dolog jobboldali szemmel nézve, hát a privatizáció bajnokai. Uh-huh. Tehát az a szöveg, amit olyan szépen és erőteljesen megírt Csurka István a maga módján, hogy átmentik a hatalmukat és vagyonhoz jutnak, és nem csak a régi villát szerzik meg, hanem jelentéktelen saját tőkével hatalmas tulajdonhoz jutnak, és ők, akik elrabolták a rendszerváltást, mondja Csurka István, szabályos képes könyvből kívül rém alak ez a család. Most higgy el, hogy minden jobboldali család számára sokan vannak ilyenek, akiket nagyon megbántott a kommunizmus. Brutálisan bánt el azok számára, ez egyszer elképzelhetetlen. El tudja képzelni, hogy Németországban valami hasonló módon, családból jöjjön, hasonló házból jöjjön valaki. Ez az egyik nagy hátránya volt. És plusz még Gyurcsány Ferencet volt egybekötve, aki minden bizonnyal 2006 és 2010 között a legsikertelenebb magyar kormányt hozta. Gazdasági, illetve politikai káoszba döntve az országot. Gazdaságunk akkor maradt le a többi térségbeli országtól, adósodtunk el irtózatosan, amit nagy nehezen tudott félig meddig Bajnai Gordon helyrehozni, és plusz volt az MSZP bukása. Már ne haragudjon, de az MSZP számított az én szememben is a legbeálltabb magyar pártnak, aki nem tud megbukni, mert olyan mélyen beágyazott a magyar társadalomban. És sikerült levinni a kevesebb, mint felére az MSZP támogatottságát. Na most ebből jön valaki elő, de volt egy másik hibája, és emiatt győzött szerintem Márki Zaj fölötte. Ugyanis csinált politikus volt.
ahol minden a háttérben ott voltak az okos emberek, a technikai tanácsadók, a PR tanácsadók, illetőleg a szakmai tanácsadók, akik megmondják, hogy mit kell csinálni. Hogy mondjam, az a Tony Blair típusú politikus volt. Vannak idők, mikor az ilyen politikusok tarolnak. Békeidőben. De mikor ilyen háború van, akkor olyan politikusra van szüksége a közvéleménynek, aki hiteles. Most az átlag ember nem nagyon tudja megítélni a tartalmi dolgokat, hogy társadalompolitikai mi a jobb. Az nagyon bonyolult. Tehát, hogy milyen adórendszer a jobb, nagyon-nagyon bonyolult. De azt, hogy az ember az hitelese, az minden magyar nagyon szépen megítéli. A Dobrev Klárának minden mozdulatán ott volt a begyakorlottság. A mosoly pont akkor jött, mikor olyan mosoly kellett. Most a Márki-Zay önazonos volt. Ő volt igazán a hiteles abban a közegben. Úgy beszélt, ahogy az átlagember beszél. Az átlagember beszél. Kérdések, véletlenül sem szakpolitikai különbség. De döntőek. Döntőek bizonyos szituációban. Az ilyen politikusokkal lett tele az egész világ. Ilyen volt a Trump, de baloldali példákat is lehet erre hozni, hogy akkor abban a műsorban mondtam, nem akarom ebben ismételni magamat. Tehát a Márki-Zay önmagával azonos volt és hiteles volt. Ő volt a leghitelesebb. Az, hogy mondott zavaros dolgokat, az a hétköznapi beszédben természetes. Mikor a családban otthon mégis politizálnak, ilyesmik hangzanak el. Ott Hódmezővásárhelyben nagyjából ilyeneket mondanak. Semmi zavaró nincs benne. És volt benne egy komoly rendszerellenesség. Ő új fiú volt, tehát itthoni rendszer, külföldi rendszer, mindenben volt, és ebben kiifatta Orbán Viktort. Orbán Viktor is játszott azon a hangszeren, viszont Orbán Viktor nem olyan volt, mint egy régi miniszterelnök. De nem Antal József volt, aki szabályosan alkatában, mindenben megtestesítette a régi rendszert. Orbán Viktor elejétől fogva játszott rendszer ellenzéket is. Tehát két hasonló karakter ütközött össze, és az az igazság, Orbán Viktor tapasztalattal mi egyébben ebben is győzött, szerintem. De volt egy másik pálya, hogy közeledünk a választásokhoz, a korábban nem nagyon számító dolog is előjön a legtöbb ember fejébe, hogy ez miniszterelnöknek alkalmas-e. Tehát úgy olyan nem mindegy miniszterelnök. Tehát akkor már kevésbé számít az, hogy jól megmondja a rohadékoknak. Ciklus közepén ez, az ellenzéki közegben ez a lényeg. Pláne ekkor, mikor a gyűlölet teljesítmény olyan fontos volt. Ekkor egyre fontosabb volt, hogy rá lehet-e bízni a hazát. Rá lehet-e bízni a jövőnket, hozzá kiszámítható dolgokat. Most Orbán Viktor ezen minden baja ellenére bizonyított, ugye, Isten tudja hány éve, össze se tudom adni, hogy hány éve miniszterelnök. Márki-Zay meg ezek az ellentmondásos szövegeivel szinte nullára teljesített ebben a játszban, amit óriási volt a miniszterelnök fölény. Így aztán a gazdaság által megtámogatott erők, mármint előbb hosszan beszéltünk, hogy gazdaságilag miért tűnt jobb opciónak Orbánt választani, végképp megerősödtek. És a Márki-Zay alul maradt. Volt még néhány tétel, ami fontos. Részben beszéltünk róla, háborúról, és még fontos tétel a korrupció ebben a játszmában, hogy az végül is egyáltalán nem volt döntő sok ellenzéki számára. Szívesen beszélek róla mindjárt, és a másik pedig a járványkezelés. Kezdjük a korrupcióval. A korrupció volt az ellenzék egyik fő fegyvere. Ugye ezek lopnak, csalnak, hazudnak, és fél ország már az övéké. Típusú. Meg úgy tűnhetett, hogy ez egy totális fegyver. Csak hogy ott kell kezdeni, hogy valójában ennél bonyolultabb a helyzet. Ugyanis Magyarországon mindig volt politikai korrupció, ugye tele van megint Mikszáth meg Móricz ezekkel a dolgokkal. Volt egy nagyon fontos különbség a régi világban. Az első számú vezetők azok korrumpáltak másokat gyakran. Például Bethlen István zseniális miniszterelnök volt, de viszont felhasználta a korrupciót. Ő maga nem volt korrupt. A magyar politikában az első számú emberek nem voltak személyükbe korruptak. Se Horthy Miklós, se Kádár János, se Bethlen István, még Gömbös Gyula se pedig, rossz emlékű miniszterelnök sok család. Most ebben Orbán Viktor sokak szerint váltott. Ugye a család elkezdett gazdagodni. Nem szoktak a magyar miniszterelnökök családja. Azok általában tönkre szoktak menni. A Bethlennek később jobban ment, mint miniszterelnökként, már mint személyesen. A Gömbös után adósság tömeg maradt, és majdnem el kellett árverezni a nagytétényi, nem is igazán villa, ilyen gyümölcsös kertjét és lakását, és Horthy intézkedett, hogy ezt fizessék már ki, mert különben az özvegye esetleg hajléktalan lett volna. Na most Orbán Viktor itt megsértett egy tabut, elkezdett a családja vagyonosodni. Ugye a szülei is, meg a veje mindenki, és ezért nagyon támadható lett. Csak hogy a dolog ennél bonyolultabb, először a magyar életet irtozatosan áthatta a korrupció. Benne volt, a legtöbb magyar család úgy gondolta, hogy én is csinálnám, ha tudnám.
csak hát nem tudom. Tehát inkább irítséggé kezdett átalakulni egyfelől a dolog. Másfelől az Orbán rendszer a fölülről való korrupciót, a pártfinanszírozáshoz kötődő, a pártnak gazdasági hátteret, média hátteret adóban óriási mértékig elszabadul, de az alulról jövő korrupciót, illetve a oligarchák korrupcióját nagy mértékben visszavágta. Határozottan állítom. Tehát például ott van egy fontos... Hatékonyabb, azt mondja a mostani politikai gazdaságtan a rendszernek? A leghatározottabban ezt gondolom. Nehogy félreértsen, tehát fönntartom azt is, amit előbb mondtam. Tehát a személyes vagyongyűjtés, a Fidesz mögött gazdasági háttér, sőt az új elit építésének is a korrupció az egyik főeszköze. De például korábban rendszeresen megtörtént, hogy gyorshajtást egyszerűen egy vállalkozó elintézte. Sőt, ennél csúnyábbakat is. Előfordult Hornyul a kormánya alatt, hogy rendőrségen, rendőrkapitányságon eltűnt a vér. Egy neves vállalkozó fia halálos balesetet okozott, hogy hús, elveszett a vérvétel, és nem lehetett bizonyítani, hogy most részegen vagy teljesen józanul okozta a balesetet. Óriási különbség van a kettőnek a megítélése között. Most az Orbán rendszer például a gyorshajtást központosított, és egy zárt rendszerben működik. Nem lehet alulról úgymond kibeszélni a dolgot, és ugyanígy letörte az oligarchákat. Tehát korábban a pártfinanszírozás úgy nézett ki, hogy a pártok akkor is költötték a pénzt, nem voltak igazán sokkal kisebbek a kampányok, és ezt a nagy cégek, nagy gazdag emberek finanszírozták, nem legálisan. És cserébe kértek ezt azt, nem pénzt. Tehát igazán komoly szinten mindenféle előnyt kértek. Most Orbán Viktor nincs rájuk szorulva. Horn Gyula és az összes többi miniszternek rájuk volt szorulva, Orbán Viktor nincs. Tehát Orbán Viktor ezekből a pénzekből ezt megoldja. És van még egy fontos dolog, az adóelkerülés. Az Orbán rendszer egy olyan adórendszert intézményesített, amelyikből levonult a direkt adókról. A direkt adókat a lehető legkisebbre csökkentette, személyi jövedelem adót, társasági jövedelem, és a közvetlen adókat tette nagyon magasra. Áfát, meg a különböző szektorális különadókat. Most ezzel a rendszer, ezeket az átlag ember árnak érzékeli, nem adónak. Ott van ugyan, hogy áfa, de ennyi a benzinára. Amit adónak érzékel, az olyan szintre süllyed, hogy már nem nagyon érdemes elcsalni. Ha megnézzük a gazdaság teljesítményét, állandóan látni azt, hogy minden évben, amikor jól ment a gazdaság, hogy az állam bevételeinek egy része az úgy növekszik, hogy nem magyarázható se az inflációval, se a gazdasági növekedéssel, hanem valami mással, jó eséllyel kifehéredéssel. Főleg az áfa soron dőltek be a milliárdok. Tehát azt akarom mondani az egészen is ezzel a hosszú érveléssel, hogy bizony más pontokon csökkent a korrupciónak tekinthető dolog. Ami megmaradt, az nagyon fájlalja, és nagyon bántja az embereket, de mivel benne van az emberekbe, hogy mi sokan csinálják, a baloldal is csinálta, állandóan zűrös valamunk nem annyira bántó, hogy ez önmagában megfordítsa a dolgot. Ezt az önmagában mondanám. Tehát, hogyha ott van más, valahogy a tanítónéni. Beír fekete banyákat bizonyos pontokra, és beír piros banyákat, erre akár 5 feketét is beírtak, de voltak más piros banyák is. És nincs az átlag magyar, aki elhinné, hogy létezik nem korrupt magyar politika, hiába mondja ezt az ellenzék. Van még egy dolog, amit az előbb mondott is megütötte a filmet, hogy érdekel az a, nekem ellentmondásnak tűnik, de lehet, hogy csak látszólagos. Egyrészt azt mondja, hogy minden átpolitizálódott, de másrészt azt lehet látni, hogy a mostani helyzetben az alapvetően is egyébként politikai munkában, pártmunkában pláne abszolút erészlenvevő magyar társadalom hihetetlen mértékben kezd depolitizálódni, részben a választási vereség okán. Ellentmondás ez? Ha nem, akkor miért nem? A hatalmi politika a legfelső csúcsokon, meg értelmiségi szinten rendkívüli módon átpolitizálódott, de az átlag magyar ez jóval kevesebbet érez belőle, sőt kivonulni szeret. Uh-huh. Tehát normál körülmények között, mikor távol vagyunk választásoktól, és nem érzi azt, hogy beleszólna a társadalom, meg az állam beleszólna a dolgaiba, akkor alapvetően az a szabály, hogy nem politizálunk. Ilyenkor egyébként az átlag magyarok jelentős része azt mondja, hogy nem is megyünk el szavazni, mert mindegyik gonosz, legjobb, még szavazni sem megyünk el. Azt gondolja, hogy ezzel megvonja minden politika elittől a bizalmat. Tehát ez egy normál hullámzása, úgy tetszik a magyar politikának, és tényleg elképesztően riasztó ez a hatalmi harc. Tehát úgy mondjam, bizonyos értelemben természetes is ez a sőt, annak az erősödése is természetes. De van egy dolog, amiről nem beszéltünk, a járvány.
talán arról is érdemes beszélni, mert az ellenzék egyik fő témája az volt, hogy milyen nagy és mennyire rosszul kezelte a járványt. Most van mérés, ellenzéki közvéleménykutató szerint az emberek azt mondják, mindent tartsunk fönt, amit előbb mondtam a közvéleménykutatásra, hogy alapvetően jól kezelte a járványt. Most mi magyarázhatja ezt a dolgot, az a kérdés. Ezt is nézzük meg az objektív számokat. Tehát Magyarország járványkezelés és nálunk a halottaknak a száma, többlet halottaknak, tehát nem azokat, amit bejelent az állam, hogy koronás lett, hanem akik több halott, mint az utóbbi 5 évesnek az átlaga. Ha ezt nézzük, ez alapján próbáljuk a magyar járványkezelést minősíteni, azt lehet mondani, hogy sokkal többen halottunk, mint Ausztriába vagy Németországra, aránylagosan. És számottevően több, mint Svédországban. Tehát a nyugati országokhoz képest rosszabb a járványkezelésünk, csak hogy a térségben inkább jónak mondható. Tehát nagyjából cseh szinten, vagy egy icipicit jobban áll a többlethalálozás, sokkal, de sokkal jobb, mint Romániában vagy Szlovákiában, és egy kicsit jobb, mint Lengyelországban vagy Szlovéniában. Egész biztos, hogy 10-15 ezer emberi életet meg lehetett volna menteni, azon az áron, hogyha ugyanolyan erőszakosan bezárunk, ténylegesen, mint Ausztriában meg Németországban. Most emögött nem volt lakossági támogatás. Tehát nagyjából ezt a szintet fogadta el a magyar társadalom, és amikor lehetett, boldogan dobta el a maszkot. Most is látjuk. Hogyha most itt az lenne a szabály, hogy beltére maszkot kell hordani például nekünk, hát nagyon sokan jobbnak tartanák. És volt a kormánynak ebben is egy csodafegyvere. Nagyjából az a mondat, hogy azok halnak meg, akik idősek és krónikus betegek. Ezt az átlag ember úgy fordított le, például az én édesapám, aki majdnem 90 éves már, és mindenféle krónikus betegsége van, és nagyjából úgy fordította, hogy csak az hal meg, aki fél éven belül úgyis meghalna. Na most ő egyébként rendkívül jó állapotban van a korához képest, és azt gondolta, hogy akkor én nem fogok meghalni típusú dolog volt, és ez aztán végképp erősítette a Fidesz pozícióját. És a járvány ügyben látszott a Fidesz rendszernek még egy nagyon fontos sajátossága, amiről már megint inkább pozitív pontot kapott az átlagember részéről. A Fidesz, és különösen Orbán Viktor elképesztő módon központosította a hatalmat, ahogy mondtam. Tehát lényegében minden fontos dologról Orbán Viktor személyébe dönt. Viszont, tehát ebben a tekintetben rendkívül centralizált rendszer, az ellenzék erre mondja, hogy zsarnokság van, csakhogy. Ez a zsarnokság elképesztő módon figyel az emberekre. Tehát lehetőleg népszerű próbál lenni. Eleve Orbán Viktor nagyon érzi, hogy mit akarnak a magyarok, és lehetőleg, amit lehet, teljesít. És ha netán rosszul érezni, közvéleménykutatások százaival méri azt, hogy mit is akarnak az emberek. Tehát népszerű rendszer akar lenni, ahol lehet kielégíti az emberek igényeit, és igazodik az emberekhez, és hallatlanul érti az országot. Na most ezt az ellenzékről jóval kevésbé lehet elmondani. Az ellenzék alapvetően nyugatos munkakövetést vár el az országtól, és aki ebben nem áll bele, arra azt mondja, hogy hülye, aberrált és mi egyéb. Ami önmagában nem egy erős pozíció. Beszéljünk a geopolitikai összefüggésekről, mert hogy Orbán Viktornak azért nagyon komoly árat kellett fizetni ezért a győzelemért. Részben ugye a V4-ektől való elszigetelődése volt az ár, részben a legendás, vagy nem tudom, történetileg is igazolt lengyel-magyar politikai együttműködésben is komoly törése vannak, mutatkoztak meg, és hát nyilvánvalóan egyébként a nyugati szövetségi rendszereken belül is, bár egyébként követte ugyanától, mint az EU ajánlásait, szankciókat is megszavazta, és így tovább, de azért látszik, hogy egyfajta pária státusza alakult ki. Milyen következmény lesznek ennek? Ez mennyiben fogja az egyébként nyilvánvalóan nagyon meggyőző választási eredményét adott esetben csökkenteni? Tehát lehet, hogy a belpolitikai mozgástere most megnőtt, de a regionális, a régiós együttműködésekben való mozgástere az fog-e ettől csorbulni? Messzebbről kezdeném. Az Orbán rendszer, már mint a néhány évvel ezelőtti Orbán rendszer arra volt fölépítve, arra volt kalibrálva, hogy a nyugat sok tekintetben válságban van. A nyugat szinte minden ponton betegségjeleket mutat. Versenyképességbe kezd visszaszorulni, Európa különösen, Kína följövőben van, a középosztály igen nagy részt elvesztette a korábbi szerepét, rengeteg egzisztenciális és egyéb probléma van, és van még egy nagyon fontos dolog, hogy elveszítette a státusz biztonságát, tehát nem pusztán anyagilag rosszabb a középosztálynak, hanem a különböző gender elméletek, a különböző szexuális kisebbségek megjelenik, a transzneműek, a különböző színes
bevándorolt kisebbségek miatt a fehér férfinak a szerepe ösztűz alá került az egész nyugati világban, és egy státuszbizonytalanság van. Úgy zárójelben jegyzem meg itt, hogy Orbán Viktor ez ellen is küzdve próbált biztonságot adni, nem csak anyagi biztonságot, hanem ilyen önérzet biztonságot is adni az embereknek. És ezen túl demográfiai problémái vannak a nyugatnak, mi egyéb, és sok tekintetben erre építette fel a rendszerét, hogy ő kilép a nyugati világnak a megoldásaiból. Néha szinte provokatívan kilép. Ennek a klasszikus esete volt ugye a menekültügy, a migrációs válság 15-ben. Mikor szabályosan provokálta a világ közvéleményét, hogy ide jön a sok menekült, és mi nem határkerítést csinálunk. Megtehette volna azt, amit a Szerbia csinált, hogy amilyen gyorsan csak lehet átengedni az országon, mert nem ide akart jönni a sok menekült. Volt pillanat, mikor ezt csinálta Orbán Viktor. De nem ezt akarta, hanem azt akarta, hogy elmondhassa az állítását, hogy én vagyok Európa védelmezője. Én vagyok, aki megvédem a nyugati kultúrát a sok-sok menekültől. Én vagyok az, aki megakadályozom a millió számra idegeneknek a bejövetelét. Akkor úgy tűnt, hogy ez hatalmas veszteséget jelent a miniszterelnök számára, de aztán sorra a világországai kezdtek hasonló menekültpolitikát csinálni, mint ő. Volt olyan világlap, ami le is írta, hogy Orbán Viktornak ebben a dologban speciál igaza volt. Most ezzel a lépéssel, ami tetében itthon megnyerte neki a 18-as választást, belépett a világpolitikába. Egyre, először kevesebben, de aztán egyre többen kezdtek rá hivatkozni valamilyen módon. A hagyományos elitek számára ő lett a kihívó. Eljutottunk elég hamar oda, hogy azt írják, ugye a kihívás főtárgya persze Kína meg Oroszország, de azok kívül vannak a nyugat világán. Belül, a nyugat táborán belül, a nyugat szövetségesi rendszerén belül, tehát a NATO-n és az Európai Unión belül Orbán Viktor számít egyre biztosabban, és most már azt lehet mondani, hogy az első számú kihívónak a nyugat régi rendjével szemben. Így is tartják számon. Elképesztő számú megjelenése van. Egyszerűen hátborzongató, ha az ember belenéz nyugati lapokba. Az utolsó egy évben, bő egy évben majdnem annyi Orbán, annyiszor hangzik el mondjuk a New York Times-ban Orbán Viktornak a neve, mint a holland miniszterelnökének az egész időszakát. A holland miniszterek, a Rutte, az annyi ideje miniszterelnök nagyjából egy husztonban, mint a Orbán Viktor, és az ő említései száma 12 év alatt érik el az Orbán Viktor egyévesét. Európában masszívan és szilárdan a utóbbi másfél évben csak a Merkel asszony meg a Macron lépte ezt túl az ő említésének a számát. És ehhez képest ilyen picike kis ország vagyunk. Tehát ha úgy tetszik, a nyugat régi rendje elleni kihívás a nyugat világon belül elsősorban Orbán Viktortól származik. Most nagyon nehéz ezt értékelni, mert ilyen magyar történelme még nem volt. Tehát olyan előfordult, hogy egy-egy pillanatra egy magyar ilyen szintre került, Kossuth Lajos egy-egy pillanatra, Nagy Imre kevésbé, de az ő ismeretlen 56-os, de az egy múló dolog volt, Orbán Viktornál már évek óta tart. Tehát a dolog lényege, hogy a nyugat úgy érzékeli, hogy Orbán Viktor belpolitikai kérdés. Mert ugyanis a belpolitikában is megjelentek egyre inkább olyanok, akik eléggé a politika periférián voltak, csak kevés jutott hatalmi pozícióba közülük, aki viszont példaképként hivatkozik Orbán Viktorra. Ez a jobboldali radikalizmus. Nem tartozott ezek közé Trump. Donald Trump, míg hivatalban levő elnök volt, nem túl sokat törődött Magyarországgal. Orbán Viktor nagyot kockáztatva mellé állt még a kampány idején, és nem viszonozta valójában a Trump ezt. Akkor egyszerűen annyi világpolitikai dolga volt, hogy szívélyesen inkább meghívta a román elnököt, mert Románia vett amerikai repülőket, Magyarország meg nem. Orbán Viktor is volt vendég, de messze egy szűke protokolla. De aztán, mikor megbukott, és az utóbbi másfél évben kivételesen magasra emelkedett Orbán Viktor támogatottsága az amerikai jobboldalban is. Ezzel mi beúsztunk egy belpolitikai helyzetbe, nem a választási eredmény befolyásolt. Ezt nyilvánvalóan a régi elitek, a hagyományos elitek, akár jobb, akár baloldaliak szerettek volna megszabadulni Orbán Viktortól. Ez nem következett be, de nem ez az új fordulat, hanem az, ami fokozatosan készülődött, mármint, hogy Orbán Viktor a legveszélyesebb kihívó, a Lándzsa hegye, és ez fokozódott föl óriási mértékben Putyinnak áborújával.
Ez olyan, mint a villámcsapás. Tehát néha a történelemben néhány nap alatt több dolog történik, mint máskor évek alatt. Gyülekezett ez az Orbán ellenesség a nyugati elitekbe, egyre erőteljesebben megfogalmazódott, rengeteg túlzással egyébként. Tehát Orbán Viktor szinte hasonló diktátorként szerepel, mint a Putyin, ami mind a ketten tudjuk, hogy abban a formában nem igaz. De, és ez a háborús helyzet, hogy a nyugat úgy tetszik, félig meddig háborúba keveredett egy ilyen kihívóval, ez aztán végképp Orbán Viktor tette a veszélyes ellenfelé. Bár tény, hogy megszavazta a legfontosabb dolgokat, de azért ügyelt mindig arra, hogy valami ellentétes gesztust is tegyen, azért, hogy itthon a béke embere jelenessen meg, ezért arra lehet készülni, hogy nagyon egyedül maradhat. Tehát részint a régi magországokban, és plusz volt neki még egy támaszték, ez a V4-ek. Most említettem, hogy Orbán Viktornak nagyon-nagyon sok újítása volt, ezt ugyan Antal József találta ki. Ezt a képződményt, de Orbán Viktor lehelt igazán belőle erőt, és így lettünk kis országból egy kicsit azért mégis nagy ország, mert ő volt a fénykorában a valódi vezetője. Láttam például a New York Times-ben egy olyan fényképet, ami úgy nézett ki, hogy itt vannak az Unió vezetői, itt vannak a V4-ek vezetői, volt a szövegben, és középről a harmadik Orbán Viktor. Tehát egyetlen egy név szerepel. Tehát világos volt, hogy ő a vezetője ennek a valaminek. De ügyesen csinálta, óvatosan, háttérbe húzódva, állandóan megadva a tiszteletet a lengyeleknek, az egy sokkal nagyobb ország. Csak a lengyel miniszterelnökben nem volt ilyen ambíciója, ugye a valódi vezető nem is a miniszterelnök, hanem igen, valaki más, és ezért betölthette a szerepet. Erről beszéltünk, hogy ez miért vált szét. Tehát mostanra olyan helyzet állt neki elő, hogy szinte egyedül maradt, hallatlanul kockázatos a helyzet, és hogy még egy furcsát mondjak, ez az eredmény is kicsit a bírálóit igazolja. A nyugati politikában ez képtelenül magas ez a szám, ez az 54%. Ez egy rendkívül magas szám, Németországban soha nem volt például ilyen. Konrad Adenauernek egyszer a német gazdasági csúcsán volt 50,5%-a. Ma már a német kancellár pártjának, a szociáldemokratáknak 25%-a van. A Merkel asszony 30-akkal lett kancellár, 54, az olyan nincs. Tehát ha úgy tetszik, szinte erősíti az Orbán Viktorral kapcsolatos kritikákat, mármint, hogy nem rendes választás volt ez a irtózatosan magyar szám. Szerintem a döntő részét egyébként az ellenzék kudarca okozta, és nem ez a lejtős pálya. Valamekkora részét az is. Tehát arra kell készülnie Orbán Viktornak, hogy elkezdődik a szankciós politika vele kapcsolatban. Ugye az Unió már bejelent két nappal a választások után, hogy elindítja az eljárásokat. Na most erről tudni kell, hogy ez egy lassú, hosszú processzus, jogilag is meg kell indokolni a dolgot, de elindul most már a valóságos szankcionálása. A lengyelek kihúzódtak, a háborús politikájukkal kihúzódtak ebből a dologból, Orbán Viktor viszont egyedül van. Szerintem egy nagyon jelentős döntési helyzetbe került ezzel. Egy picit beszélni a belpolitikai vonatkozásokról, és kifejezetten a Fideszen belüli esetleges átalakulásokról. Az ön megítélése szerint, ugye az ellenzék nyilvánvalóan katasztrofálisnak minősíti ránézve Orbán Viktornak ezt a választási győzelmét, de kifejezetten a Fideszen belüli hatalmi centrumokra milyen következménye lehet ennek? Várhatunk-e ott érdemi átrendeződést? Voltak régen ezek a Kremmel foglalkozó emberek. Igen. Most Ez Orbán Viktor pártja, ez Orbán Viktor rendszere. Itt alapvetően Orbán Viktor a döntéshozó. Ő nagyon módszeresen, nagyon gondosan folytatja a káderpolitikáját, nagyon meggondolja, hogy kit hova tesz. Óriási lojalitást vár el a politikájához mindenkitől, viszont óriási lojalitást is ad. Nagyon ritkán válik meg valakitől, és nagyon nyomós oka van, ha megválik, és alapvetően kitart az emberei mögött. Tehát vannak olyan emberei, akik a belügyminiszter például, aki nagyon-nagyon régóta, nagyon szilárdan ott van mögötte. Vagy a Matolcsy György például. A Matolcsy György sok tekintetben vitatható elemekkel politizált, mégis a miniszterelnök szilárdan áll mögötte. Én nem tudom, Matolcsy például pontosan éles kritikusa volt pont az orbáni gazdaságpolitikának a választások előtt. Igen, mert túlelosztásnak gondolt, az is. Tehát az is kétségtelen, az is csak, hogy mondjam, ez hatalompolitikai kérdés volt. A Orbán Viktor 1% esélyt nem adhatott az ellenzéknek, mert akkor minden összeomlik, a Matolcsy is, nincs tovább. Ez egy kockázatos dolog volt, de egyszerűen az ő kockázat kezelésébe semmi esélyt nem adhatott. Tehát ez egy hatalmilag integrált rendszer. Itt a hatalom minden.
nem lehet esélyt adni. Tehát a logikája teljesen világos volt. A Matolcsi számára ez később súlyos következményekkel járható dolog. Erről is beszélnünk kell, mert ez a másik fenyegetés a gazdasági bajok. De menjünk vissza. Én nem hiszek abban, hogy jön a Lázár János, vagy valaki, aki hirtelen megváltoztat. Orbán Viktor ezt a pártot addig viszi, amíg győzi erővel. Amíg él, illetve győzi erővel, és ki kell, hogy mondja minden olyan találgatással, hogy már öreg, meg minden csoda. Ő a legtapasztaltabb politikus Európában. Egyelőre nem, a hübris sem ragadta el. Ez bármikor bekövetkezhet. Tehát az ilyen rendszereknek sokféle vége van a történelmi tapasztalat szerint. Az egyik, hogy a vezetőt elragadja a hübrisz, és már olyan kockázatokat vállal, amelyek vállalhatatlanok, és ebbe bukik bele. Ez bekövetkezhet bármikor, de eddig nem következett be. És azok a dinamikák, amikről az előbbiekben beszélt, tehát hogy igazából az Orbán rendszer bizonyos szempontból ilyen világméretű társadalmi mozgásoknak az eredménye lenne, és hogy bizonyos értelemben világméretű trendek lehetnek azok, amelyek elsöpörhetik, ez igazából bármifajta esélyt ad-e az ellenzéknek? Tehát, hogy van-e bármilyen olyan típus politikai cselekvés, ami az ön szerint most értelmes lehet az ellenzék részéről? Azt képzelem, a történelmi tapasztalat az, és a magyar tapasztalat az, hogy az ilyen rendszereket nem az ellenzék buktatja meg. És ez látszik is a magyar eredményen. És valamiért mindig Orbán Viktor, mindig tartanak választásokat, mindig van izgalom, mindig van mozgósítás, mindig, az ellenzék mindig azt gondolja, na most aztán már győzök, és hogy nem, megint kétharmad van. Tehát visszaigazolódik a magyar történelmi tapasztalata. Az ilyen rendszerek így össze vannak fonódva az ellenzékkel. Tehát reflexiós meghatározottságban vannak. Egy nagyon fontos elemről nem esett még szó. Az Orbán rendszer teljesen kiszorítja, lenyomja az ellenzé, aki a hierarchiájába tartozik, ebbe a hatalmi pirulnisba, az minden, az pénz, paripát, posztót, mindent megkap, aki kívül van, ez meg nem is létezik. Igazán akkor lehetne egy ilyen rendszert konszolidálni, ha az ellenfele is elfogadják a rendszert. És akkor fogadják el, ha látnak jövőt ebben a rendszerben. Most nem látnak jövőt, ezért szinte szükségképpen gyűlölik ezt a rendszert. Így előáll az a helyzet, hogy van egy mindenható hatalom, és van egy rendszer ellenzék, aki felelőtlen ellenzék. Folyamatosan nagyokat mondogatva kritizálja a kormányt, és egyre felelőtlenebb lesz. Ez ciklus közepén jópofának tűnik, hogy megmondja, de amikor jön a döntés, hogy rá lehet bízni őket, rájuk bízni a hazát, akkor állandóan az a válasz, na azt azért mégse. Milyen jól megmondták, de azért ne ők adják a kormányt. Az ellenzék ebben a csapdában vergődik. A közönsége is. Az ellenzéki közönség magja a régi baloldali reformértelmiség. A baloldali reformértelmiség Kádár János öregsége idén arra gondolt, hogy majd ő fogja megmondani, hogy mi lesz Magyarországon, csak idő kérdése. Aztán nem ő jött, hanem Antal József, aztán Horn Gyula, akit nem igazán szeretett ez a reformértelmiség. Aztán Orbán Viktor, és aztán ugye utána volt egy idő, amikor megint úgy érezte, hogy visszakerült Gyurcsány alatt, de aztán újra és újra Orbán Viktor jött. Azt képzelem, hogy a baloldal magja, aki leginkább fűti ezt az orbánozást, ami újabbra és újabb csapdákba viszi az ellenzéket, ami nagy tapsokat arat ciklus közepén, és aztán vereséget hoz, ez igen nagy részt az ellenzéki belső közönségből származik. De szinte rendszerszerűen származik, szinte ciklusosan leírható, hogy mindig ugyanaz történik. Depresszió ilyenkor választás után, aztán lassú oldódás, és a végén már szinte semmi más mondani valója nincs az ellenzéknek, mint hogy legyőzzük Orbánt, láncon visszük el az Orbán egy szörnyű zsarnok és egy korrupt valaki. És ezzel nem lehet megnyerni a választást. Erre szinte predesztinálva van az ellenzéknek a magja. Az ellenzék magja leginkább a fontosságtudatát vesztette el. Annak a 85%-át elvesztette. Az Orbán rendszer azt mondja, hogy itt semmit sem számítotok. A véleményetek az meg csacsiság. A hatalmi pozícióját is elveszítette 75%-ba, a pénzét jóval kevésbé. Annak legfeljebb 50%-át veszítette el, de ezen a szinten nem annyira a pénz a fontos, hanem a fontosságérzet, azt meg szinte minden vette az Orbán Viktor. És állandóan megváltást akar ez az ellenzéki közeg. Na most én ebben nem hiszek. A magyar történelem, mármint a közvetlen megváltás lehetősége, a magyar történelem azt mutatja, hogy az ilyen rendszerek valamiért, lényegében mindig külső okok miatt összeomlanak, de az ellenzékkel együtt süllyednek el. Ne régi példákat vegyünk, hanem a legfrissebbet. Ugye itt volt Kádár János. Nagyon szilárd rendszert épített. Olyannak tűnt 85-ben, hogy ez örökké fog tartani, addig még a Kádár élni fog. És volt a Kádárnak párton belüli ellenzéke, volt baloldali reformellenes ellenzéke, és volt reformer ellenzéke. Volt párton kívüli ellenzéke, volt úgymond demokratikus ellenzék, értelmiségiek, a nyugatiak disszidensnek nevezték őket, értelmiségiek, és volt egy népi ellenzék.
Aztán, amikor elkezd a Kádár rendszer fölbomlani, egyik se győz tartósan. Egyik se győz. Teljesen új emberek jönnek. Olyanok jönnek, mint Antal József, mint Orbán Viktor, Tordjány József, és például jó magam. 85-ben azt se tudták az emberek, hogy létezünk. Nem a Bereczi János, se nem a Grósz Károly, se nem a Posgai Imre, se nem a Németh Miklós lett tartós, hanem ez az új valami tudott egy újat fölépíteni. A magyar történelem alapján én ilyesmire számítok. Tehát az ellenzék újra-újra nekirugaszkodik, és utána ugyanabba hullik vele. Ami megváltozhat, az a világméretű trend. Előbb arról beszéltem, hogy Orbán Viktor nagyon egyedül maradhat, de vigyázzunk, a nyugat szerintem ahhoz fogható válságban van, mint a két világháború között volt. Szerintem ennek a válságnak az elején van, ennek egyes elemeiről beszéltünk, és nincs még erre a válságra megoldás. Ez a nyugatos mintakövető magyar politikáknak a fő gyengéje. Nem lehet azt mondani, hogy ezt meg ezt kell csinálni, mert nincs ilyen. A régi neoliberális modellem egy időben azt lehetett gondolni, hogy sikeres lesz, már bizonyítottan, már nem működik úgy, inkább kártékony hatása. Új modell meg nincs. Most a Biden elnök próbálkozott azzal, hogy ilyen vissza a New Dealhez, vissza egy valamiféle európai szociáldemokratasághoz, de ez részint nem sikerült neki, részint hatalmas inflációt keltett ezzel, részint meg az Európai Unió a legversenyképtelenebb része a nyugatnak. Az Egyesült Államokban sokkal nagyobb a polgárháború szembenállás. A középosztály sokkal legyengültebb, mint Európában, de van még innováció, gazdasági innováció. Ott újra és újra ötletek vannak. A kapitalizmusnak ez a teremtő rombolása, hogy egyfelől pusztít, másfelől épít, sokkal jobban érvényesül az Egyesült Államokban. Európai Unió felé menni nem feltétlenül épületes dolog. Tehát nincs igazán megoldás az Egyesült Államokban, sőt, készülődik egy komoly gazdasági baj. A józan elemzések azt mondják, hogy őszre, de legkésőbb tavaszra 75%-os biztonsággal egy újabb recesszió készülődik. Hatalmas túlköltekezés volt. Ezt tekintik az általam reálisnak tekintett elemzések a bajok fő okának. Ez, ha úgy tetszik, ez volt a Bideni program, hogy költeni kell pénzt a költségvetési, illetve jegybanki eszközökből. Ez nem sikerült. Az egyik legnépszerűtlenebb elnök a hasonló időszaknak megfelelően a Biden. Jó eséllyel elveszíti az őszi kongresszusi választást, és akkor jön a béna kacsa időszak. És hát Európában is, ha beindul ez a komoly gazdasági válság, ki tudja, hol áll meg például Olaszország. Tehát Orbán Viktor egyedül marad, de előfordulhat, hogy csak 3/4 évig, vagy 1 évig, vagy 2 évig, 3 évig. Tehát a választási lehetőség, hogy kockázatot vállalva újra tervezi a rendszerét, vagy kockázatot vállalva pávatáncol, ügyeskedik, ahogy szokott, és vár arra, hogy győz, veszítsen a Biden, visszajön a Trump, vagy valaki más hasonló, Olaszországban meg győzön a Salvini. Aztán sorra bukjanak be az országok hozzá hasonló rendszerekkel. Én azt képzelem, hogy ez lesz a döntő. Tehát, hogy a világ, az Orbán rendszer a világtrendre épült. A magyar rendszerváltás egy világtrendnek a része volt. Az Orbán rendszer jövőjét, tartós jövőjét azt határozza meg, hogy lesz-e egy új modellje a demokratikus kapitalizmusnak, vagy esetleg ez alul marad. Vagy az új modellt az orbánizmushoz hasonló rendszerek határozzák meg. És ez le kell szögeznem, szerintem kétesélyes játszma. Most a kérdésében az is benne volt, hogy mi lesz addig. Az a gyanúm, hogy a 20-as éveket írjuk, egész biztos, hogy az nem jó, amit az ellenzék eddig csinált. Tehát ez a nekibuzdulás és aztán a súlyos depressziós kudarc nem jó. Én egy közbülső dolgot javasolnék, mert van egy nagy probléma, ami megint történelmi példákból jön elő, hogy akkor tudunk mi sikeresek lenni, hogyha bekövetkezik, tegyük fel a legkedvezőbb nemzetközi váltás, de készek vagyunk erre. Már föl vagyunk készülve. Igazán egyszer sikerült nekünk egy nemzetközi trendre jól rácsatlakozni pozitívan, és sikeresen, nagyon jól, 1848-ban. Most 1848-nak az volt a titka, hogy volt előtte egy 25 nagyon jó évünk. Tehát volt egy elit, ami fölkészült arra, hogy mit kell csinálni. Apróként indult, tehát nagyon mélyről indult. A 1810-es években, 20-as években Magyarország minden tekintetben mélyben volt. Aztán 23-ban elindult valami, aztán 25-ben jött Széchenyi. Adományával elkezdett akadémia épülni, követ körről rakva elindult egy új Magyarország elképzelése. És aztán, mikor a nemzetközi trend kedvezett, akkor egyszer ezt meg lehetett csinálni. 47-ben Széchenyi is azt írta a naplójában, hogy olyan reménytelen a jövő, hogy inkább öngyilkos leszek.
és a Kossuth meg mindenfélét írt, öngyilkosság az ő szövegeiben is benne volt magánlevelésben, vagy a kivándorlás, minden. És aztán elindult a nemzetközi trend, és egyszerre minden megváltozott, jött 48 csodája. Na most, de erre föl kéne készülni. Tehát, hogyha állandóan, tehát azt lehet látni, hogy az ország egyre jobban elbutul. Nem beszéltünk róla, de az ellenzéki elit az egyre kontraszelektáltabb. Én állítom önnek, hogy az ellenzék a legerősebb szellemileg 14-ben volt, már 18-ben sokat gyengült, és most újra gyengült. Ezeken apró munkával érdemesebb volna megváltoztatni, mint várni a csodára, nekibuzdulni, megvezetni mindenkit, hogy most aztán győzünk, és aztán az újabb letargiába és depresszióba zuhanni. De hogyan? Tehát ugye a korábbi interjúiban vagy megszólalásaiban sokszor hivatkozott az ördögangyal szimbólumpárra, és ezzel is leírva a magyarországi polarizáltság kérdését, amit a legsúlyosabb társadalmi problémaként jelölt meg. Ugyanakkor korábban úgy is nyilatkozott, hogy akármi is lesz a végeredmény a választásnak, nem álló háború következik, hanem sokkal inkább dinamikusabb időszak következik be. De most az ellenzéknél azt lehet látni, hogy teljes megsemmisülés van. Én nem nagyon látom, hogy például képesek lesznek-e bármifajta ellenerőt kifejteni az Orbán rendszerre szemben. Tehát a kérdésem az, hogy elképzelhető az, hogy itt most a polarizáltság megszűnik, vagy idős, vagy pontosabban fogalmazva időlegesen felfüggesztődik, képes lesz-e ténylegesen dinamizálni bármilyen módon is ez az ellenzék azt a politikai térfelet, amelyet Orbán Viktor 135 mandátummal, lehet, hogy még többen is majd ural. A nemzetközi szintéren itt a mozgóháború. Ott minden megváltozott. Tehát az a helyzet, hogy a nyugatiak számára egy aprócska kis pont vagyunk, és az Orbán Viktor a korábbi technikákkal sikeresen megoldja. Állandóan konfliktusban van, de olyan szankciók nem érik Magyarországot és őt magát, amelyek veszélyesek volnának, ennek jó eséllyel vége. Tehát mozgó háború van a nemzetközi színpadon, és állítom, hogy ez a fontosabb az ország jövőjét illetően, hosszan beszéltünk róla. Most a belső helyzetről azt gondolom, hogy most tényleg megsemmisítő a dolog, és még az is elképzelhető, hogy egymásnak ugranak, felelős keresés. Hát ezt már látjuk is. Csodában. Ezek a folyamatai meglehetnek, ugyanakkor az ellenzéknek azért van egy szerkezete, mi egyébben fél év, egy év nagyon nehéz lesz. De ez a fél egy év az Orbán Viktornak is nagyon nehéz lesz, mert rá is jön a gazdasági válság. Iszonyúan ki vagyunk költekezve, még nem, ő maga se tudja. Valódi politikusként eddig nem is gondolt bele. Meg akarta nyerni a választást minél nagyobb arányban. Ez megvan, de most már szembe kell nézni egyfelől ezzel az óriási gazdasági kihívással, hogy nem tartható ez a túlköltekezés, és egyébként is recesszió felé megy a világgazdaság. Új modellt kell kitalálni, újra kiderül, hogy mennyire innovatív. Tehát bárhogy piárolja, megszorítás lesz. A 12-ben, 11-ben, 12-ben, még 13-ban is volt, igen. És úgy megcsinálta, hogy méghozzá nagyon komoly megszorítás volt. Én akkor úgy számoltam, hogy a nagy ellátó rendszerekből valami 4900 milliárd forintot vett ki 15-ös folyóáron, de úgy tudta kommunikálni, illetve úgy mutatott föl ellenfeleket, hogy az emberek kevésbé érezték megszorításnak, mint ami valójában volt. És megmutatta a bűnöst, plusz megcsinálta a rezsicsökkentést, hogy segít. De ezt újra ki kell találnia, úgy tetszik, és a nemzetközi színpadon is újra terveznie kell. Tehát egyáltalán, tehát belpolitikailag úgy tűnik, hogy a kétharmad az ilyen mindent uraló valami lesz, holott egyáltalán nem. A gazdasági problémák olyan dinamikát fognak hozni, amelyet ő maga se tud, hogy hogyan lehet kezelni, és igen súlyosak lesznek, és a nemzetközi helyzet is teljesen új. Egyenlőre rövid távon szinte egyedül van. Jó volna neki, mielőbb megszűnne a háború, és megpróbálná a lengyel kapcsolatot helyreállítani, de egyébként hallatlan kockázatokkal játszik. Tehát a fő színpadokon, a gazdaságban és a nemzetközi politikában bizony mozgó háború lesz. Én sose hittem abba, hogy ez az ellenzék. Tehát sose hittem abba, hogy majd jönnek ezek az ellenzéki vezetők, és megváltják az országot, őszintén szólva is, és egyszerre jól fogják kormányozni Magyarországot. Ahhoz olyan változások kellenek, ami ebben a szerkezetben nem nagyon lehetséges. Ahogy mondtam, így fogják egymást, és ők a felelőtlen ellenzéki szerepre vannak predesztinálva, és ezt hozzák is. Azt kell, hogy mondjam, hogy bonyolult az életünk, csak vigyázzunk, az összes magyar nemzedéknek az volt. Sőt, minden népnek. Van egy régi mondás, hogy a démonok állandóan itt vannak velünk, és minden nemzedéknek meg kell küzdenie a maga démonjaival. Most már elnézést a hasonlatért, de az a gyanúm, hogy az én nagymamám generációja, Ferenc József alatt született, végigcsinálta a két világháborút, a Kádár korszak legvégén halt meg, hát volt olyan drámai, mint a milyenki. Ebben az a drámai, hogy ez velünk történik, és nem történelemkönyvbe olvassuk.
De hogyha drámai, és akkor ez egy zárat is lehetne, hogy az önmegítélése szerint mi lehet a teendő az orbáni hatalmi piramison kívüli világ számára? Tehát most ne az ellenzékről beszéljünk, hanem azokról az emberekről, akik adott esetben nem az elvándorláson gondolkoznak, nem is tehetik meg feltétlenül, hogy elvándoroljanak, nem is szeretnének elvándorolni. Tehát egy ilyen politikai hatalmi helyzetben milyen értelmes cselekvésnek van igazából ideje? Nem bedőlésnek, először is a hisztériákba. Itt folyamatosan hisztériák vannak. Az egyik hisztéria kelti az ellenzék maga. Sőt, az utóbbi időben a fő hisztéria kelti az ellenzék volt. Tehát először is az önfegyelem, a realitásérzék, racionalitás megtartása, és mi egyéb. Készülni arra, hogyha majd erre újra használ, ez most nem használható csak magánkörben, a szakmájában használható, az ön műsoraiban használható, az én ilyen-olyan-amolyan kutatásaiban, vélemény megfogalmazásaiban használható, nagy politikai színpadra közvetlenül nem átváltható. De ettől még, ha nem készül fel az ország, nem jelenik meg egy új generáció, ami ezt már fontosnak tartja, a régi nem próbálja ezeket a színpadokat megőrizni, akkor semmi sem lesz. Hogyha kedvező lesz a nemzetközi fordulat, akkor se tudunk vele élni. Tehát az, hogy van-e nemzetközi fordulat, vagy se, az nem rajtunk múlik. De az, hogy ebből mit tudunk kihozni, az már nagyon. 1848-ban sokat ki tudtunk hozni, 89-ben is többet, mint most már gondolják, sokan. És mit tudom én, mikor összeomlottunk, az volt az egyik legcsúnyább összeomlásunk az első világháború után, abból szinte semmit nem tudott összehozni akkor. Tehát a Károlyi rendszer meg a Kumbéla rendszer. A katasztrófáról katasztrófára szaladtak, mert nem voltak igazán fölkészülve, rettenetes helyzetet örököltek, félreértés ne essék. Tehát rajtunk is rengeteg fog múlni, hogyha kedvező lesz a helyzet. És ez az kell, hogy a saját magunk köreiben megőrizzünk minél többet a jobb világból, meg annak a reményéből, és ne sodródjunk bele a kétpolusú hisztéri, szektárs szembenállás hisztériáiba. Hát erről majd még szeretném többet is hallgatni önt, úgyhogy remélem, hogy elfogadjam egy következő megkívásunkat is, mert szerintem volna még erről mit beszélni. Tölgyesi Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és hogy ilyen hosszabban is kifejtette a gondolatait a kialakult helyzetről. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésem Tölgyesi Péterrel. Holnap este 6 órától Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnök jön a stúdióba. A teljes kampányidőszakban szerettünk volna vele interjút készíteni, most fogadta el a meghívásunkat, úgyhogy nagy örömünkre holnap este vele interjúzunk innen, este 6 órától, ahogy már mondtam. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig a komment szekcióban várjuk a visszajelzéseiteket. Ha megtehetitek, kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra, ehhez megtaláljátok a linket a Patreon oldalunkra a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao!